reggel, Vietnám! Szavaztuk gyerekek, üdv a csatornák, éppen jelentkezik a következő 30 szimulátor 19 milliárd euró kívásos videósorozat következő részével. Amiben fogunk csinálni egy-két dolgot, meg gameplay-en kívül is csináltam egy-két dolgot, tudjátok, visszatöltöttem a mentést, aztán leraktam az épületeket. Szépen meg fogjátok látni, hogy hogyan, de először is kellene nekünk venni még egy ilyen kombájnt. Egyébként azon gondolkoztam, hogy ugye ennek a kombájnnak van egy ilyen csites verziója, ne használjunk ilyen csites dolgokat. Mert ugye a 120 000 literes is lehetne a tartálya, legyen 3750 literes, azt mondjátok meg, hogy esetleg akarjuk-e mi azt, hogy legyen ilyenünk. Motorbeállítás. Hány lóerősre? 820 lóerős? 820 lóerős legyen. Oké. Okay. Behajtó. Default pipe. Long pipe legyen. Kerékbeállítás. Ez nem számít. Akkor így jó nekünk. Nem, gyerekek? És akkor egy ugyanilyen kombájnt veszünk. Egyébként eszméletlen drága. 680 ezerbe kerül. Ezek ilyen... Jó, hogy eléggé kajakgépek. Viszont azért nem gyengék, ár szempontjából se. Csak erre akkor egy jó ízért kellene venni. Ez kell nekünk, ugye? Ez hát, jó. Oké, veszünk rá egy ilyen vágóasztalt, aztán már megyünk is, mert ugye aratni kellene ott azon a területen, azt el fogom indítani, és akkor majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy mi fog még történni, mert egy csomó minden fog történni még itt. Beszállunk a kombányba, aztán már megyünk is. El is felejtettem, hogy ennek össze lehet csukni a vágóasztalt, azt akkor nem kell nagyon szenvedned vele. Na, próbáljuk meg fölvenni, bár az nem a legjobb pozícióban létezik, de azért talán az a törzscsuklós kivételnek köszönhetően talán ide be tudunk kegyózni. Hát ez majdnem sikerült, ugye? Jó, hát... Nem a legjobban rakja le itt a dolgokat, ez a... Figyeljetek, itt el lehet menni erre, körbe karigálva? El lehet menni erre, megyünk erre. Jó van, gyerekek? Na, elmegyünk szépen, aztán nekiállunk karottatni, és akkor megcsináljuk ott az infrastruktúrát. Ma a mai részben szerintem azzal fogok foglalkozni, ha itt a város fele lehet elmenni, hogy megcsináljuk a marháknak a helyét normálisan. Ugye most például szalmát fogunk készíteni, konkrétan az lesz a lényeg, hogy készítsünk szalmát, mert nekünk az nagyon kellene. Ez mi ez? Nem is tudom, remélem, hogy búza van rajta, meg se néztem. De egyébként fel van épülve minden, és mindjárt meg fogjátok látni, körbe foglak vezetni benneteket, miért annyira nagyon durván jó ez az egész. Várjátok, hogy lehet izét öntözőrendszert csinálni? Na, azt is meg kell néznem, mert el is felejtettem már, mert olyan régen jön. Félünk itt azt a betyár gyerekeket. Elmondom nektek, most ott a Marie, kisodródtunk egy kicsit, bocsánatot kérek érte, tehát mondjuk lehet, hogy nem a város főteren kellene átküzdenem magam egy kombájnnal. Hát ez így ki van számolva eléggé. Jaj, az a tábla, jó van, oké. Okay. És miért kellett erre jönnöd képer? Mert itt a nézé, vele menőzöl, mi? 600 ezer eurós. 600 ezer eurós. 64, 24... Jó, ez... 240 millió kombány, gyerekek. Ez a kombány, ez 240 millió forintba kerül, hogyha 400-zal osztunk, szorzunk meg minden sem. Úristen, hol van, szóval transzba vagyok. Miért kellett nekem erre jönni? Jó, azért nem annyira nem rossz szám, csak... Nem a városon keresztül kellett volna menni. Jó, oké, videót nem kezdünk újra. Egyébként úgy csapja a segét, mint az állat, mert miért ne? Ja, itt vannak, nézzétek, itt vannak. Ezek a fehér épületek, ezek már konkrétan. És körbe is foglak vinni benneteket. Egyébként ide lehet, hogy kellene valami Simpson, vagy valami ilyen, körbe járom ezt. Na úgy oldottam meg, hogy innen lehet rácsatlakozni, innen lehet bejönni, látjátok. Ami tök jó. Ide hátra lehet esetleg rakni különböző silókat, vagy bármit. Azért itt hagytam el egy kis helyet. Úgy gyerekek, itt ez rendesen meglagol. Mondjuk még soha nem voltam itt, úgyhogy valószínűleg töltődnek itt a dolgok ezerrel. A vízellátást meg kellene csinálni, meg mindent el kellene rendezni. Na figyeljetek, itt van egy siló, nézd ide. Úgyhogy ez például tök jó, hogy ez itt van. Mert ezt viszont megnézem, ez mi az épület itt. Ja, itt van egy siló, amit tudok használni, az tök jó. Ez mi ez az épület, gyerekek? És hirtelen azt hittem, hogy ezzel lehet valamit kezdeni vele, de lehet, hogy csak ilyen... Há, vasútállom van, és ez semmit nem erről csinálni. Ennyi? Ja, viszont itt van a síló. Ez tök jó. Ugye vonat csatlakozást is ki tudunk eszközölni.
Itt meg van a, itt van a gumis. Na, igen, ugye, itt ki tudunk jönni a silóhoz, itt is ki van betonozva. Úgy megcsináltam, mondhatjuk. Meg akkor mindjárt mutatom tovább, hogy hogy vannak a dolgok. Azért pörgünk, hogy legyen időnk mindenre. Itt is csináltam egy ilyen placot, látjátok ez a betonplac itt a sim mellett. Azért, hogy ide is tudunk rakni különböző ilyen, nem tudom, silókat, vagy bármit. Lehet, hogy itt lesz a bunker silónk. És akkor ugye itt vannak az épületek, látjátok? Ott vannak a, itt vannak az eladási pontok, ugye a tej, a oda ki tudnak menni a marrák, ki lehet nyitni az ajtójukat, lehet belejönni. Most egyelőre nem veszük meg, mert ugye még nincsenek itt semmi. Addig nem nagyon érdemes. Itt is van, elég nagy helyet hagytam mindenhol. És akkor ugye itt van a föld. Ez a föld. Ezen konkrétan lehet dolgozni, ha akarunk. Itt tudom, egy kicsit ilyen meredek még, ezen lehet, hogy változtatok, csak addig nem akarok nagyon változtatni rajt, mert hogyha itt lelankásítom, akkor ugye a búzát le fogja csapni róla, és ezt én meg most nagyon nem akarok. Ami nem is biztos, hogy búz, de reméljük, hogy szalmás növény. Így indítom meg, már csak azért, mert meg fogjátok látni, hogy miért, na mindjárt várjál, gyerek. Ennek a izajét is ki kéne nyitni, nem? Azt is ki kéne nyitni. Oké, aztán hadd menjen gyerekek, jó? Ez így dolgozzon. És most ezzel fogunk foglalkozni, a nagyföldet valószínűleg elfelejtettük. Na nézzük, hogy van-e rendezett szarszórásunk. Elvileg be van kapcsolva a testvérem, nem? Aha. Jó, hogy az ott oldalt! Figyeld, az ott oldalt küldi ki. Ó, nagyon jó, és akkor lesz szalmánk. Ez már egy előny, gyerekek. A kettő földet nem biztos, hogy össze fogom szántani, mert lehet, hogy az egyik az fűves lesz, a másik az meg folyamatosan fogok rá ültetni, vagy vetni, hogy szalmánk legyen. Ugye itt kellene szalmát is termelni. Úgyhogy ez először most így lesz szalmánk, de ez nem biztos, hogy ugye ez így működni fog mindig. Szerintem ez tök jó, ez az elrendezés, ez 1500 marhának biztosít helyet. Viszont ki kellene építeni, ugye, hogy a vízvezeték hálózat is ugye keletkezzen, legyen, meglegyen minden. Várjátok, itt ugye el kell ezt is rendeznem. Egyébként ezek jó helyen vannak, annyira nem zavar. Vagy állítsuk a fal mellé, mert ez ugye úgy működik elvileg, hogy várjál már. Mozgatás, forgatás, Q és E. Mert ezt ugye ezt el tudod forgatni, el tudod rendezni, hogy neked tetsző legyen. Hát de mondjuk egy millió évig. Ja, nem, így jó, így gyorsabban tudod forgatni. Figyeljetek, és akkor itt lesz az eladási pont, én ide rá is csatlakoztatok, és akkor ez tök jó lesz. Így lesz az eladási pontunk. Hogy kell izé? Jóvá hagyni Enterrel. Oké, okay. Ez az, igen. Igen, nem tudom visszavonni, jó. Itt lesz az eladási pontja az egyiknek. Ugye itt tudod eladni a tejet. Ugye, mert most már van olyan, hogy ilyen, ezzel a moddal így ide tudod hívni a terrútot, ami elviszi természetesen. Ez egy tök jó mod szerintem. Na, és akkor ezeket is. Hát annyi, hogy ide viszem, hogy jobban rálássunk. Gondoltam arra, hogy egymás mellé rakom az összeset, de szerintem nem biztos, hogy jó lenne az. Én sokkal jobb, hogy akkor látom, hogy melyikben mennyi van. Most oda tudunk sétálni, meg lehet, hogy lesz egy ilyen szolgálati Simpsonunk, amivel ezt így meg tudom csinálni, hogyha nagyon akarom. És ugye ezt lerakod egyszer, akkor utána már nem tudod mozgatni. De nem is nagyon akarjuk mozgatni, elvileg innen lehetne ugye a tejet kinyerni. Igen, ide kell ugye a kaját behozni, itt tudod megvenni az állatokat, szóval tök jók ezek a nagy istálók, 250 darab marha darabjába, ugye. Oké, okay, ez is megvan, és ugye a vízvezetéket is meg lehet oldani, és akkor a vizet is ugye be tudod köttetni a vizet, ami nem ingyen van, viszont nem kell folyamatosan vizet hordanod, az is egy nagyon jó funkció szerintem. Na várjátok gyerekek, akiből nagyon jól halad, na meg is vagyunk, megyünk a másik oldalon, azt mondom, víz, csáú, itt meg egy kicsit felverte a dolog. Jó, van ide, veszünk marhákat, van szellőztetésük, minden is, meg van itt, meg ugye gyűlik majd a szar. A szart meg lehet, hogy nem tudom, mit csinálják vele, nem tudom, el lehet-e adni. Az lenne jó egyébként, hogyha el lehetne adni. Na várjátok, itt ez a mit kell csinálni? Elvileg ezzel kell valamit csinálni. Aha, konfigurálás, ez is ugyanúgy működik. Jó, hát akkor figyelj, szerintem ott, ahol van, ott jó nekem, nem? A GeoNex Object, az mi? Igen, mert ez így valahol, aha, ez úgy van, hogy van egy csap, meg van egy ilyen engedő is, hát szerintem ez tök mindegy, bár egy kicsit így mellé rakom annyi, nem? Change objects, magasság, kamera,
Rotation. Jó, szerintem ez így jó, nem? És akkor ez elvileg úgy működik. Aha, nincs, nem elérhető vízben, nincs animal, azt írja, látod. Ezzel a csappal tudod elvileg megnyitni, és akkor is fel tudod tölteni azt a tartályt. Ez valahogy így működik. De ugye ez pénzbe kerül, meg mindenféle csuda dolog. Jó, ezt is így, szerintem ez így jó. Hát remélem, hogy ez működni fog. Várja, mi van? De most jó van, hogy ezt nem tudom, a testvérem. És mégis? Mi a baj vele? Ja, mind a kettő parcot kell izé, jó helyre raknom. Jó, hát ez is nekem egy jó. Aha. Az első az jó volt, ugye? És akkor itt is... No animal. Nem elérhető akció, mert nincs ebben még állat. Hát tele fogjuk venni az összeset, ami nem lesz kevés pénz, viszont először az legyen, várjatok, hogy megy a izé? Megy 70%-on van. Le kell hoznom mindjárt a dolgokat. Jó, ahogyás. Oké, okay, várjál, először next objectet kell, ugye ezt is egy kicsit az évben, és így engedi. Remélem, hogy jó, ezt szervileg megnyitom, belefolyik érted ebbe a tartályba, és akkor föl lesz töltve. Nem kell hordanod a vizet, ami nem osztalak, szerintem. G, next object, oké. Okay. Ezt minden egyéni meg kell csinálni, hát ezt nem akartam gameplay-en kívül egyet kidve, nem látjátok, hogy ez hogy működik. Nagyban megkönnyíti azért ezt a dolgot. Egyelőre még azért szeretnék, van valami mód, azt hiszem, hogy az állatoknak a takarítása így működjön, az is például tök jó lenne. Oké, gyerekek, akkor ez megvan. Gyerekek, a 1500 darab marha nem fogja nagyon szétlagoltatni itt nekem a dolgok. Figyeljetek, le kell hoznom a kamiont, minél gyorsabban. Betárolva nekem van valami, gyerekek? 0 liter, 0 liter, van kukoricám, de hol? Édes Isten, másom nagyon nincsen, ugye? Nem, kukoricám van, jó, nem számít. Igen, erre van szükségünk. Nagyon gyorsan lemegyünk, és akkor ott be is tárolom, jó? Úgyhogy ezt le is viszem oda. Ezt is ugye fogjuk működtetni, ezt a helyet. Ez kizárólag a mezőgazdaságra fog kihegyeződni. Ez a rész. Ott meg az állattartásra. Úgyhogy ez két külön szekciókban fogunk dolgozgatni. Lehet, hogy két külön kamiont is. Dedikált géppark kell mind a kettőnek. Mind a kettőnek, ugye. Az egyik részen kell mindenképp kasza, hamster, szénaforgató, rendsodró, combine, meg igazán elég sok minden kell mind a két részen, ez elég nyűgös. Egyébként azt is tudnám csinálni, hogy a szalmát olyat a nagy földre olyat vetnék, ugye, ami hoz szalmát, és átforgalnám ide a szalmát. Lehet, hogy azt kellene, hogy betárolnánk valami horribilis mennyiségű szalmát, ami nagyon sokáig elég a nagy földről. És akkor nem kellene folyamatosan szórakoznom bele a gyerekek. Na itt van egyébként ez a területünk. Fele már lett taradva. Most annyit csinálok, hogy ugye leengedem. Bemegyünk, elvileg. Nagyon jó. Egyébként teljesen korrekt. Szerintem jó lett ez az elrendezés. Nekem tetszik. Kicsit túllőttünk a célon. Lehet, hogy ennyit leraktam egyből, de hát ügye fene. Na várj, itt ezt tudom is üríteni. Na várjál, a leghátsót, azt lehet, hogy nem a leghátsót, hanem a hátsó előtt itt ezt leakasztom, és akkor így ürítem. Ezt mondtátok, hogy így ürítsem, azt akkor nem az van, hogy itt szórakozik vele az ember. Leürítem mind a kettőt, aztán akkor a búzát is ide behordom. Most egyelőre annyira nem létszükséglet, hogy legyen nekünk pénzünk. Eltárolok mindent. Aztán majd később esetleg akkor eladjuk, ha úgy van. Úgy lassan ürítődik, gyerekek. Most az a lényeg, hogy az induljon be ebbe látom én a nagy pénzt. A tejbe. Ebbe látom a nagy pénzt. Nem nagyon másba.
Figyeljetek, nem mezőgazdaságból fogunk itt meggazdagodni, esetleg a bányászatra is rá fogunk menni, hogy azért legyen az is. De nem feltétlenül nekem az a... az az elsődleges dolgom. Nem mondod, hogy az nincsen benne. Nem, mindegy, mert annyi is meg kell forrulni. Egyébként itt van még egy föld, amire nagyon könnyen át tudnék jönni, hogyha... lehet, hogy azt kellene lekezdeni hozni a vetőt, aztán elvetni minden dúzával még egyszer. És akkor azt csinálnánk, hogy lenne annyi szalmánk, mint a sár. És ezt összeszedni, begyűjteni, és akkor nem kellene is vinkódni vele, értitek? Mert az a baj, a szalma az necces nekem itt. Lehet, hogy átállok erre, mert most már azért elég sok gépünk van, hogy itt ne szívjuk annyit. Aha, jó. De bazza, ez nem. Annyi azt hittem, hogy ez. Aztán nem ez. Azt hittem, hogy megtellett. De úgy látom, hogy nem. Nem baj. Azt hittem azért állt meg, mert megtelt. De nem azért, hanem azért, mert hát úgymond végzett azon a részen. Figyeljetek, ezt rendsodrózni nem nagyon érdemes, mert nagyon közel vannak egymáshoz. Ezek a sorok. Szerintem ezt össze kéne hamsterelni. Instant. Ezt meg annyit csinálok ezzel. Összeszántani nem szántam össze ezeket a földeket. Amúgy is elegem van már a szántásból. Hanem inkább majd... inkább majd akkor specifikusan. Figyeljetek, most ha kell, akkor mind a kettőre rakunk búzát, ezt kész. Nem olyan nagy... nem olyan nagy megfejtés ez. Oké, gyerekek. Kellene nekem egy nagy hamster. Melyik a legnagyobb hamster? Nekünk a legnagyobb hamsterünk van egyébként? Mert van hamsterünk, azt hiszem. De a legnagyobb hamsterünk van? Valami volt, nem? Gyerekek, ez volt. Ez hány ezer? 56 ezer literes, ugye? Mekkora a legnagyobb? Már megmondom őszintén, nem tudom. Hum van? Ezt sose találom meg, még semmit nem találok meg egyébként. Hum vagy? Ó, te Isten. Pótkocsi. Olajl a növényvédelem. Gyomlala. Itt van a rakodókocsi. 56 ezer volt, az volt a legnagyobb. Meg van a USSR-ünk. Figyeljetek be! Egyébként tök jó lenne, hogyha azt megvennék, nem? Mondjuk ennek körülött... ja, nem. Mennyi 92, ez a gyerekek, cseréljük már le, hallod? Én megőrülök, hogyha nem cseréljetem le. Ezt el is adom innen, hallod? Azt cseréljük le, hát nem. Nagy üzemben dolgozzunk, gyerekek, ne tököljünk. És akkor ezt úgy kellene csinálni, hogy nekünk a izé az egyáltalán nem kell, ugye a Johnny. Mert nekünk van egy John Deere-ünk valahol itt, hogy ráhibáztunk. Nyomunk egy visszaállítást, és akkor az a nagy John Deere el is kezdenénk vele mókolni. Elhúznánk, és akkor össze is kapnánk vele a szalmát. De hát mindenképpen kellene valami olyan hely is. Ebből nem tudok kettőt összeakasztani, de meg még azt hiányzik, mi? Van valami ivoropontja ennek. Mi értelme lenne kettőt összeakasztani? Mondjuk ebből egy kettő darab egyébként jó lenne, nem? Mondjuk aztán mi értelme? Nem, ez különben ez jó, ez a szovjet. Egyébként itt valahogy meg kellene próbálnom keresztbe átmenni, nem tudom, nézzük már meg a térképet, hogy nincsen valami átkötőt, mert ugye itt kellene átjutni valahol, itt. Nem tudom. Itt van egy bekötőútot fölmenni, azt lejönni, mert ez nagyon szurar ez a megkerülés is projekt. Ezzel meg tudjátok mi a baj ez a Johnny-val? Hogy iszonyatosan lassú. Mondjuk aztán a magát az eszközt se fogom tudni gyorsabban vinni, úgyhogy értitek. Mi értelme lenne gyorsabb? Mert ugye a felszerelési sebessége megvan az eszköznek. Akkor hiába is tudnék menni százzal, úgyse fogja vagy gyorsan szedni. Jó, itt valahol nem tudom, megpróbáljunk átmenni. Lehet, hogy van itt egy ilyen bekötő út, nem tudom, fel tudok-e ott menni. Akkor nem kellene körbe mennünk, ugye? Itt van egy bekötőt, jó, és akkor másik oldalt lemegyünk. Tovább nem érdemes elmenni, mert akkor meg már a bánya van, és akkor meg belezugasz, tudod. Itt talán át lehet evickelni valahogy. Mi van, ezeket ki kell tapasztalni, ezeket az utakat, mert ugye
Annyira nem ismerjük ezt a mapot. Jó, hát ez nem a leggyorsabb. Össze kell kap... Gyerekek, már megint megállt a kombány, nem megőrülök. Ezt meg kell indítanom valahogy máshogy, mert az a gondja elmennek gyerekek. Hogy ugye, ja, majd a következőnél, jó, most ez már akkor szedje így, mert össze-vissza lesznek akkor a rendek, majd figyelünk rá. Na, hol vagyunk? Itt vagyunk. Próbálok minden elég gyors lenni, ahogy látjátok. Tudom, hogy egy kicsit túlpörgünk, de próbálok koncentrálni mindenre, jó, srácok? Veretjük neki. Kialakítjuk itt, ezen a részen a mindent. Hogy mindent ki tudjak szolgálni, a marhákat. Ez az elsődleges dolog. Utána már nem kell sokat vinkódni, ugye a földdel. Jaj. Jó van. Itt azért vannak olyan. Látjátok, itt vagyunk konkrétan. Itt nem tudom, hogy le tudnék-e valahol menni. Nézzük rá a térképre. Hát nagyon nincsen itt levezető út. Nem tudom, gyerekek, mindjárt megnézzük. Egy darab fa van, annak is neki megy a hülye, mi? Hát így figyeljetek, itt szerintem lecsúrgunk. Ott volt. Hát ez nem egy olyan veszélyes egyébként. Itt lazán lemegy a traktor. Traktor? Ja, itt meg fölfele? Azt a betyár. Hát itt az, amikor már annyira nem lazán megyünk le. Hát ez egy jó szar, hogy itt nem, nincs nekem olyan útvonalam, amin gyorsan tudnék közlekedni. Hát erre lenne érdem. Itt is van egyébként valami jár. Nem is tudom, mi is volt itt. Azt hiszem, nem tudom, fogalmat sincs, mit kell ilyen. Isten gyerekek, egyébként ezekkel a gyárakkal itt tök jó el lehetne lenni. Csak az, hogy iszonyatosan sok idő lenne minden együtt kitapasztalni. Egyelőre mezőgazdálkodjunk. Valószínűleg meg fog állni a kombány, figyeljük rám a gyerekek. Na. Oké. És akkor... Szedi. A kettőt az biztos, hogy nem szedi össze egyszerre, ugye? Hát az valószínű, hogy nem, úgyhogy azt el is felejthetem. Na van, gyerekek. Szalma kell, meg kell olyan tároló is, amiben lesz szalma. Valószínűleg úgy fogom csinálni, hogy középen lesz egy darab bunkersiló, és két oldalt két keverő, és akkor valahogy lefedjük úgy, hogy 3-3-at, értitek? És akkor valahogy úgy legyen, hogy ne egy darab keverő szolgáljon ki minden, ne egy darab gép szolgál, ne ilyen párosával, jó? Hogy 3-3-ra elosztjuk a dolgokat. Szerintem az lenne a jó megoldás, meg biztos, hogy már, figyeld, visszafordult a kombány, megőrülök, gyerek, hogy csoda történt. Ja, arra gondoltam, hogy ezt kellene csinálnunk, hogy 3-3-ra elosztjuk, kettő oldal, két, azért itt vannak gyerekek, ez a pár baromi nagy épület azért itt teszi dolgát. Jó, nincs semmi gond egyébként, teljesen jó minden eddig. Figyeljetek, lesz annyi szalma, hogy bőven elég lesz szám. Ezt szerintem el fogom vetni ezt még egyszer búzával, és akkor legyen még egy, nem is tudom, egyetem búzát aratok el. Búzát igen, ott fönt írja. És akkor lesz elég szalma ahhoz, hogy ezt azért tudjam elég sokáig működtetni. Meg lehet, hogy a nagyföldön is fogok búzát vetni, és akkor maximum áthordjuk ide, csak valamikor van gyorsabb jármű, vagy valamilyen olyan transportot kell kitalálnom, esetleg vonattal, vagy nem tudom. Nem tudom, még valahogy rá kell erre jönni. Itt ezt kettőt biztos nem szed? Tudod, mi? Nem, mert így meg egyet se. Jó. Erre ki kell találnom majd valamit, hogy a szalma ellátás, mert ugye, hogyha most én ezt lenyomom fűvel az egészet, ez tök jó, mert széna meg széna, meg a fű megvan. Ez így nagyon jó. Tudjátok, mit kellene? Kukorica is kellene. Gondolkozok rajta, hogy kukorica is jó lenne, mondjuk a mellett, ott a hátsó földre kukorica esetleg. Hogy az egyiken kukorica, de az a baj, széna mindenképp kell. Ugye széna mindenképp kell. Jó, gyerekek, ez necces. Jó, hogy összkerekesek voltunk.
Széna mindenképp kell, úgyhogy fű az mindenképp kell. Tehát, hogyha ha csinálok füvet és búzát, akkor ugye abból megvan a szalma, megvan a széna, megvan a fű. De hogyha kukoricát is csinálok, akkor kell kukorica, meg fű, meg búza is. Úgyhogy ez egy, nem a legjobb megoldás. A legjobb megoldás az lenne, hogyha... Tudom egyébként, a kukorica ad legtöbb izét. Szilást. De ugye... A füvet is be tudod hordani, vagy bármit be tudsz oda hordani. Milyen ibetűt nyomtam? Inventorit nyomtam, gyerek meg. Én az már elég kemény, nem, amikor inventorit nyomsz a farmingba. Ugye odébb rakom ám. Figyeljetek, nem tudom, hogy ezt hogy indítsam meg, már amiképp hogyan. Lehet, hogy jó lett volna az a 120 ezer literes kombány. Hát az elég csütesnek érzem, aztán azért nem csináltam ám meg. Jó, hogy azt már ez is testvérem. Így kell elindítani egy kombányt gyorsan. Arrébb járok bele, hát hogyha be problémázik itt vele. Jó. Mondjuk szalma az lesz. De ugye szalma az kell a ideje és a TTK-hoz is. Úgyhogy ez a dilemma. Hogy azért szalmával is sok kell. De mindegy, két keverőt meg egy bunkersilót le kell raknunk, ezt majd el kell rendezni mindjárt. Ugye a földnek a két végén tudunk levenni, ezt is figyelemmel be kell tartani. Tehát, akkor a bunkersilót mindenképp így hosszába, vagyis az épületekhez de merőlegesen kellene leraknom a bunkersilókat, és akkor a két végébe meg úgy elhelyezni a két keverőt, hogy az így tök jó legyen, vagy egyből be lehessen lapátolni. Na, már meg is kell csinálni. Jó, van ezt akkor most már csinálhatjuk is, gyerekek. Mindjárt mondom, hogy mire gondoltam. Úristen, várj, silóknál van a bunkersiló, ugye? Várj, melyik az egy dupla? Bunkersiló nagy dupla. Ez mekkora? Na, valami ilyesmi. Pont ilyenre gondolt a keeper, hogy ezt úgy kellene leraknom, hogy, srácok, hol van, ha 1, 2, 3, várjál, hol a 1, 2, 3, 4, ez csak 5? What? És 5-öt raktam le. Mondjuk lehet, hogy elég az 5, nem gyerekek? Egyelőre legyen elég az 5. Mert akkor most ide lerakok valamit, akkor ide még nem tudok semmit rakni. Lehet, hogy 5. Akkor az mit számoltam? Én tök 6-ra emlékeztem. Na várjatok, akkor az viszont az 5-ös elé raknám. Az 5-ös elé raknám. Ott még bőven van hány mindenre is. Sőt, ez kijöhetne egész eddig is. Miért nem engedte? Sikertelen az édesanyád valaga. Várj, akkor már szépen rakjuk el. Ha most sárban villogott, nem jó nagyon. Mi? Kezd vadítani, gyerekek. Mi nem tetszik itt neked, testvérem az úrba? Hát most már megint... Á, nem hiszem el, már megint kezdődik, gyerekek. Mert már meg, öcsém. De mi belóg bele? Vagy mi nem tetszik neked? De jó, ennek aztán megint úgy örülök ám, apám. Nézzük, ez a dupla, közepes. Ez mondjuk ebben, ez aztán nagyon nem lesz elég. Ezt se engedi lerakni, már most látom. Azért azt elég jó adja, nem gyerekek, hogy miért nem engedi lerakni? Ezzel azért nem vagyok kiegyezve. Majd mivel kell lejjebb rakni, vagy nem tudom miért, és mi nem tetszik neki, mert lehet, hogy lejjebb kell rakni. Na, elhelyezési magasság QE. Azt mondja, hogy... Ja nem. Ctrl QE.
Ez nagyon nem akarja se lejjebb, se följebb. Ezt nem akartam, érted, hogy egy külön helyre. De ide meg engedni, mert látom, hogy izé. Szerintem maga. Já, gyerekek, ettől... Miért nem engedi be az? De ide se engedni, mert nézd meg, itt is sárga. Oda engedni, de miért? Mert why? Mi nem tetszik? Na, volt a fiú. Dök jó, egyébként ezt imádom ebben a játékban. Hogy miért nem engedi. És akkor ez, most akkor olyankor mit csinál? Bunkásiló kicsi. És ezt se engedni, figyeld meg. De bazd, ezt leengedte rakni, hogy rohagy meg. Hát ezt leengedte, testvérem. Örül, neked komolyan mondom, és leraktuk azt az egy pici bunkásiló. Mondjuk már. Íj, bocsánat, itt kölgése. Megpróbáljuk az egyeset, vagy mi az? Na, mindjárt, mindjárt, ne a duplát, hanem a simát akkor. Hát ez vadító, bocsánat, gyerekek, higgyétek el, hogy nekem is ugyanakkor a éle őrület itt. Na nézzük ezt a nagyot. Jó. De ez kutya szarra se lesz elég. Ugye? Várjál, akkor hol a harmadik? Akkor már lehetőleg jó helyre rakjuk. Megpróbálom ide rakni. Figyelj, ide se engedni most se. Ide nem. Ide se. És ide fogja, figyelj. Ja. Most azt ad össze, a kicsit miért engedni a nagyot, meg miért nem. Egyébként attól félek, megmondom őszintén. Nem az, hogy itt egy kicsit odébb kéne. Jó, egy kis tereprendezés lesz, nem tudom, most nagyon be vagyok, nem vagyok boldog, de muszáj valamit kezdenünk ezzel, bocsánat gyerekek. Nem tudok mit csinálni vele, valamit kell csinálni. Mi a simítás? Várjál? Lapítás, egyengetés, ez az. Egy picit odébb lap egyengetjük ezt a dolgot. Hogy nem közel van ehhez a rézsűhöz, vagy ilyesmi, eljenekbe gondolkodok most már. Úgyhogy egy kicsit ezt odébb lapítjuk, azt akkor majd kisebb lesz egy kicsit a föld, de legalább elfér, érted? Na. Ugye meg is nézem, jó? Csak ez a baj, hogy nincsen visszavonás. Aztán most ezt megcsinálod, azt akkor szívhatsz, érted? Nem engedi, ne, hogy ne enged. Lerakta? Nem, eltünteti. Nem hiszem el, komolyan mondom, olyan szinten elegem van ebből, gyerekek. Ezt nem hiszetek el. Lerakta, tesó. Figyelj, el fogja tüntetni? Nem? Nem tüntette, jó. Akkor mégis az volt, túl közel volt az épülethez. Semmi gond. Ez így nekem tökéletesen megfelel. Nem hiszem el, bassz, komolyan mondom, olyan szinten elegem van ebből a játékból, miért csinálja ez el? De most miért kell ezt csinálnod? Ember! Hát most jöttem ki a templomból.
Ezt meg leengedni, figyelj le, tuti. Nem, bazzer, nem, ez megölni meg, bazzer. Ezt mondja meg valaki, apám, hogy ez mi a franc tovar. Na, leengedte testvérem. Ekkora bunker silóhoz elmehetek ám a izébe. Síkporosba. Viszont ide engedi? Hanem ez lesz a baj, ez lesz meg mindig. Úgyhogy ezt megint eladom, mert ez meg semmire való, gyerekek. Semmire való ing, permetezni jó lesz, ugye? Úgyhogy még egy kicsit le kell csipnedve a földbő. Tudom egyébként közben meg a munkák megállnak, látjátok egyébként ez a szívás itt. Hogy emiatt lehet itt elizélni. Linkódni elég jól. Ugye kiürítem legalább arassal a csávó, vagy valami történjen bele. Ja, szerintem még le kell csipnom a földből, és akkor oda tudom rakni azt a rohadt munkásírót. Várja, haver. Mosson, mert olyan gyorsan megy ez meg, azzal nem tudok kiüríteni. Még 50%-on már még nem ürített ki. Jó, talán elég lesz neki. 17-re lement. Meg nem tud dolgozni. Mert ez is idegesített, hogy itt közben állt a munka. Na nézzük tovább akkor itt a problémák hegyét, havát. Egy kicsit még lecsipünk ebből. Napítás egy engedés. Szerintem egyébként ezzel lesz a gond. Hát ha nem, akkor nagyon be fogok szívni. Mert akkor most itt ezt visszahozni olyanra, amilyen volt, az körülbelül esélytelen, az lehetetlen. Szerintem egyébként én úgy érzem, ezzel van a baja. Na nézzük, gyerekek. Silók! Ugye nekem ez kellene, a bunkersíró nagy dupla. És most leenged... Ugye? Várjál, hármas. És le fogja engedni, ugye figyeld. Nem, bazd, miért nem? Miért nem? Na. Ezt mondja meg valaki komolyan. Hogy miért nem? Ha egyszer bazd a ízébe meg leenged. Aha, gondoltam. Ide meg leengedte. Igen, az, hogy itt ez a távolság, ez nem tetszett neki. Most meg akkor jó lenne, jó, vissza lehetne azt hozni, de nem lehet. Mert az körülbelül azt lehetetlen visszahoznod. És ezt nem is fogod tudni. Sajnos ezt nem fogjuk tudni ezt visszahozni ilyenre. Mert ugye nem tudsz, nincs olyan opció. Úgyhogy ez jó. Úgyhogy ezt most így nagyon-nagyon keményen megszívtuk. De legalább végre le tudtuk rakni, jó, azt majd elintézem. Egyébként ez hogy így mindig szívsz, az azért vannak bajok, nem? Vannak ide generátorok, te Isten, 1,2 millió energiát, óránként 750-et, hát ez képzelhetitek, micsoda hatalmas összeg. Hol van ide keverő? Ez hol van? Ez a silóknál van, vagy hol a keverő? Aha, igen, kellene nekem kettő, de nem mindegy, hogy rakod le. Mert ugye, bele kellene öntözni a dolgokat, meg üríteni is kell. És az üríteni, az valahogy, az lenne jó. Az valahogy értelmesen kéne lerakni. Hogy ne legyen útba se. Szerintem ezt mondjuk rakhatnám ide. Így. Ide egy kicsit, így közelebb. Nem, ez ide lenne jó. Ennek a vonalába kb. Hogy útba se legyen meg semmi, meg de is ne legyen messze se. Egy az ide kerül.
a másik. Szóval került a pont, majdnem annak a... Szimetria, tudod? Szimetria. Ezt megrakjuk ide. Így. Tökéletes. Kettő keverő, érted? Szépen be van hordva, más két oldalról tudod ide pakolni, meg innen is tudod ide pakolni. Be tudod engedni, minden, itt tökéletes, gyerekek. Ezzel ellátod, ugye, mondjuk ezt a kettőt, a középsőt meg úgy látod el, hogy akarod. Egyébként szerintem bőven valahol jóra be tudunk menni. Azért ne aggódjatok, mert szerintem fogadni mernék, hogy aggódtatok miatt, hogy oda nem tudunk bemenni. De szerintem egyébként be fogunk tudni menni. Na, itt még ez. Ezt most már csak azért itt megcsinálom ilyenre, mert az meg idegesítenem, hogyha nem lenne egy vonalba. És azért itt ezt képer így kihúzza. Úgyhogy ez sajnálatos módon, itt nekünk lett egy ilyen veszteségünk, mondhatni. De sajnos nem tudok vele mit csinálni. Mert még ráadásul le is kell festenem, mert különben akkor itt le fognak zúgni ugye a járművek. Úgyhogy ez megy zöldre, vagy valamire. Nem tudom, az ami itt van, az milyen zöld. Ó, ez tökéletes lesz, jó. Érted? Le kell festenem, mert különben ugye nem fog jó lenni a izé. A földszéli. Nem tudom megmunkálni normálisan. Úgyhogy vannak ilyen problémák, amik sajnos ezekkel együtt kell élnünk. Ebbe a játékba. Ugye például tök jól le lehetett volna rakni ide ezt a munkást, nem engedi. Egyszerűen, szerintem amiatt nem engedte, mert itt ez volt. De lehet, hogy nem. De most már nem tudsz vele mit csinálni, már nem tudod visszahozni, hogy ezt így fölmagasítod, mert ugye fölmagasítod, de itt meg minden egy pixel rész, itt más a magasság, tehát nem tudod így fölhúzni. De jó, ennyi baj legyen, hogy ennyi földet vesztettük, meg nem tudom. Nagyobb hely van itt, az kész. Fogjuk fel optimistán. Ide fogjuk majd a gépeket, vagy valami lesz vele, gyerekek. Még nem néztem meg az előtti résznek a kommentjeit, mert most raktam ki nemrég, amikor kezdtem ezt a részt, hogy írtatok-e valamit, hogy milyen mapon fogjuk folytatni. Na jó, szerintem ez így tökéletes. Figyeljetek, hogy a szénapadlás se kell, mert a szalmát is be tudod ide hordani. Úgyhogy teljesen fölösleges. Úgyhogy akkor már kezdjük is neki komolyabban dolgozni. Megint 100%-on van a kampány, de lassan végzett is. Kiürítjük a kamiont, ide mindenképpen, nem tudom, be kellene hordani egyébként a szalmát, ott lenne jó. Az egyiket lehet, hogy elvetem fűvel. Nem tudom, egyet mindenképpen be kéne fűvesíteni. Meg kéne nézni, mennyi szalma van, mert az nagyon, azért mérvadó. És akkor igazából meg is lehetne venni majd az állatokat. Ja. Jó, majd meg kéne venni az állatokat is. Mert ugye addig nem tudod betermelni a szalmát, nem tudsz megcsinálni semmit. De az állatok megvételét azt majd valahogy... Mert nem tudod berakni az ólba a szalmát, ugye értem, arra gondolok. Jó, ez maradjon itt. Jöhet a hamsteres csóka. Jó, mert ezzel a hamsterrel ugye a szalmát is össze tudod szedni, meg majd a szilást is be tudjuk hordani. Úgyhogy ezzel tök jó el leszünk. Elég nagy hely van mindenhol. Amúgy egyébként nem is baj, hogy itt lett egy ilyen nagyobb sáv. Nekem ez így mondhatni be is jön. Ja, itt nem tudok levenni csak a másik oldalt. Hát mondjuk ide lehet, hogy rampákat fogok kialakítani. Hogy ne kelljen keresztbe hosszába mászkálnom, hanem minél gyorsabban érjek el egyik helyről a másikra. Viszont mondjuk, hogyha itt eléggé jó beindul a termelés, akkor azért ne számít ez itt a nyag. Várjám, ez merre billent? Balra, ugye? Nem, most jobbra. Most balra, ugye? Így. És akkor ugye mind a kettőbe kell hordanod szépen a kosba, de szépen megállunk. Elvileg ez most tök jó a billentés. Nem jó? Na jó, így most jó.
És akkor ebbe szépen be tudjuk. Azt hiszem a szalmakapacitásnál meg is látjuk, hogy mennyi az annyi. Vagy a TTK kapacitás, vagy akármire. Igen, 1 millió. Tehát akkor 500 ezret tudunk. 500 ezret tudunk beoldani darabjába, tehát 1 milliót be tudunk hordani, tehát itt 11 darab hamster, 12 darab ilyen hamster, mint be tudsz hordani, ami azért nem kevés ám, srácok. Plusz még, ugye nem csak ide kell beordanunk, hanem az állatok alá is kell hordani, ami nem tudom, hogy hogy fog megvalósulni, vagy hova kell vinni. Nem tudom, hogy hova kell vinni a szalmát, ez most szóval meg vagyok lőve. Vigyünk a másikba is egyet. Valahol kellene, nem tudom, valahol mindenképp kell, füvet mindenképp kell vetni, mert ugye kell, a keverőbe kell széna és fű. Nem, széna és szilás. Széna és szilás kell. Széna mindenképp kell vele, ugye. A fű, abból meg lehetne ugye a szecska. Hát, gyerekek. Azért megint nem kicsibe kezdtük, úgy érzem. És most ez lesz a fő volum, és szerintem egy ilyen 50 millióra minimum föl kell menni, de lehet, hogy még többre. Ezzel az állattartás mizériával. Ugye? Hát ezeket figyeljetek, ezeket kiszolgáljuk, akkor konkrétan termelik folyamatosan a lóvét. Szóval ez szerintem ez egy nagyon jó biznisz lesz. És egyébként még azon is gondolkodok, lehet, hogy arra a hátsó földre nem fogunk vetni semmit, hanem lehet, hogy még fogunk marha istálókat indítani. Egyébként az ízése rossz a birka. Sokan szokták mondani, hogy a birka az jó, de az a baj azon, meg már foglalkozott a keeper, aztán azt szeretném elengedni. Egy rövid időre. Egyébként oda oldalra még rakhatnék ilyen kettő keverőt. Már csak azért, mert a keverő, ez tök jó, mert egybe, ugye ízének is használható. Silónak, tehát szénapadlásnak, meg ugye tudod bent tartani a szénát, mindent tudsz tartani, meg ki tudod venni belőle a TTK-t is. Szóval ezek a keverők, ezek rohadt jó cuccok. Jó, közben kombány végzett. Erre a földre, erre rá is küldhetném egyébként a vetőt. Egyébként az a hátsó föld, azzal is szemezgetek. Nincsen itt nekünk valami, még valami föld, amit lehetne valamit venni? Na itt a 19-es, látod? Mert én konkrétan itt át tudsz menni, ugye? Itt. De nem is kicsi az a 19. Az a 19-es se lehet, hogy figyeljetek, vagy azzal megcsináljuk, hogy az legyen a legelőnk? Mi nő rajt? Mert igazából akármit be tudnék silózni is, ugye? Mármint föl tudnék szecskázni bármit is. Szóval majd mindjárt megnézem. Lehet, hogy az kellene fűnek. Vagy az kellene izének. Búzának. Az elég nagy lenne. Ez meg lehetne akkor az egész fű. Tök mindegy. Mert minden kell. Fül kell, gyerekek, meg búza. Semmi más nem kell. Abból megvan minden a marháknak. Teljesen felesleges ilyen kukorica, meg ilyen silózni, meg ilyen hülyeségeket. Meg kell felejteni. Mert akkor nem kell annyi, ugye nem... Jó, oké, tudom, hogy ugye beszéltünk arról, a kukorica adja a legtöbb szecskát. Viszont, ha kukoricát akarsz, akkor ugye oda kell a vetőgép, kell kukorica, hoz combine, akkor kellene, nem ártana permetőnyi, nem ártana trágyázni, és, de viszont, hogyha csak fűből csinálod a szecskát, akkor nem kell semmi, de még vetned se, mert nő magától. Kaszálod meg, hordod be, mint az istennyire, ennyi dolgod van, semmi. Úgyhogy én hajlok rá, hogy ez lehet, hogy jobb lenne. Melyikbe vittünk az előbb, más, az előbb ebbe, ugye? Veszünk a másikba. Egyébként itt ide kellene egy rampa, hogy itt is le tudjak jönni. Nem muszáj nekem az, hogy... Ja, itt lehet, hogy meg kialakítok mindjárt egy rampát.
Ja, ami kiüríti, addig csináljunk már egy rampát ide. Tereprendezés, tereprendezés. És azt hiszem, hogy... Azt nem is tudom, hogy melyik a középső eger gomb, basszal. Aha. Meg is vagyunk a rampával. Na. Tökéletes. És akkor itt le tudunk jönni, fel tudunk menni, nem kell. Nem kell körbe. Hogy mekkora királyság, ugye? Teljesen fölös. Jó, hát itt maradtak egy kis búzák, le van szarva. Az időpénz, és ezután tényleg nem azt akarom, hogy itt tökölünk mindenne. Gyerek, itt meg ilyen közel van az ideje. A kikötő. Ezt a földet, nem tudom egyébként, hogy melyiket hogy csináljam, vagy hogy működjön ez az egész. Nem tudom, lehet, hogy a hátsó, lehet, hogy 19-es megveszünk, aztán benyomjuk fűvel. Sőt, lehet, hogy azt meg is kellene csinálnom. Aztán akkor ezen meg lesz mindig, hogyha úgy van, parlagon hagyjuk, de ha szükségünk van rá, akkor betoljuk idejével, búzával. És akkor lesz mindig idejénk. Lesz mindig itt a helyszínen szalmák, nem? Most... Ennyi. És akkor annyi, hogy nem fogunk azzal szórakozni, hogy... Nem permetezem, meg nem csinálunk el semmit, mert úgyis csak a szalmára megyünk. Nem? Srácok. És akkor nem kell ide permetező, nem kell trágyázni, nem kell semmi. Csak a szalma, ami fontos nekünk. Az, hogy mekkora hozama lesz, ez minket nem érdekel. Ezen a részen tényleg az állatokat próbáljuk majd eltartani. Ami meg esetleg lesz belőle búza, azt meg eladjuk. Vagy ami tetszik. Nem, srácok? Ez valahogy így kellene megvalósítani. Szóval lehet, hogy azt is fogom csinálni, hogy lehozom a vetőt, és akkor addig megcsináljuk a vetővel. Ugye kult is vetőnk van, akármi is van, vagy nézzük is meg, hogy mi a szitu ezen gyerekek, mi van ezen, vagy mi van ő rajta. Árpa. Árpa van rajta. Nem úgy, nagyon nem úgy néz ki egyébként ez a terület, de várjál. Nézzük már meg. Jó, ez még nincs beérve. De várjátok, az árpa az nekünk nagyon jó lenne. Növekszik. Hát ez tök jó. Akkor itt is meg lesz a jövőnk, gyerekek. Meg lesz a szalmánk. Az tök jó. Akkor itt lesz annyi szalma, mint az Isten nyila, azt utána meg azt kell. Meg akkor le kell arapni, gyerekek. Ez nagyon jó. Akkor földek 19-es megvásárlása. Ja, mi? Ja, már hogy megvettem. Ja, hogy ez már az enyém. Miért vettem én meg a 19-es, gyerekek? Én ízlék vagyok ilyen. Földbirtokosok, úristen. Ja, hogy mikor vettem meg a 19-est? Ma ebben a részben, gyerekek? Hát nem is emlékszem. Gyerekek, egyébként a földeknek a hány százalék az enyém már? Nagyon durva, nem? Majdnem minden. Jó, hát akkor figyeljetek, akkor bele kell pörgetni az időben, mert szerintem még a növekedési stádiumunk nem a legjobb. Növekszik, igen, már mindjárt betakarításra készül, úgyhogy akkor pörgetünk egy kicsit az időbe. Úgyse fontos semmilyen szempontból. Mármint az idő most, mert ugye nincsen semmi vedve. Gyere, arrélek egy kicsit. Még mindig növekszik, ne viccelj vele. Mondjuk az elég vicc, na? Ja, hiszen itt vagyunk látni. Jó, ennek beérne már ideje előtt. Éjszaka előtt, de úgy látom, hogy nem nagyon szeretne. Na mi van már? Nem, ez sose érik be, vagy mi van? És komolyan! Igen, pont idejékor fog beérni. Este 8-kor, amikor sötétedik. Annyira biztos vagyok benne. Ez miért nem érik be a gyerekek? Mi történt itt? Jó, már hónap reggelig. Legalább meglátjuk az épületek költsége. Figyelj, ingatlan a költsége 1200 euró.
Pedig van egy csomó, ugye, ettől féltem, hogy egy kicsit drága lesz, de úgy látom, hogy nem. De egyébként ez mikor érik be? Sose napját? Na. Jó, beérett. Pörgessünk egy olyan... Jó, ne legyen felhős az idő. Azt hozzuk a kombájt, te. Learassuk, testvéreim. Ó, hát ez pont jól jött ki nekünk itt. Ja, ezt kiürítjük a maradékot belőle. Gyerekek, azért most nagyon belefogtunk egyébként egy olyan szintű nagyüzemi termelésbe, hogy az őrület. Ilyenkor egyébként néha eszembe jut, meg most is eszembe jutott az, hogy belegondoltatok, hogy kezdtük? Hogy így kézzeszedtük a krumplit, és ezt mindig így kihangsúlyozom, és most meg izé, hogy Kolumbiában ilyen extrém brutál, hogy ültetvényeink vannak, meg állattartás, meg minden. Na, ugye itt van akkor mellett, és ez tök jó, ez az elrendezés, és az lesz a fűves terület. Mert onnan akkor... az jó, várja. Egyébként, de viszont, hogy az a fűves terület, akkor egy nagyon nagy hülyeséget csináltam. Mert akkor a bunker siló, az itt lett volna jó. Érted? Érted? Mert a fűes terület, a bunker silóból a fűes terület az itt van. Akkor ez itt most, na, sikerült elcsesznem ezt a rendszert, de mindjárt fogja korrigálni a keeper, mert ez így nem, ez most akkor nem lesz így nekem jó. Itt is ugye nem, most nem az árpára megyünk, hanem az a lényeg, hogy ugye a szalma lesz, annyi, mint a sár. Figyeljetek, ha kell, akkor csinálunk egy nagy depósz, egy szalma kazlat, aztán onnan is fel tudjuk szedni. Viszont akkor ez az egész rendszer, ez nagyon nem jó sikerült, nem? Srácok, ugye? Mondhatjuk? Mondhatjuk szerintem. Mindjárt megnézzük, ránézzünk, mert ugye akkor ez így minden rossz. Ez így minden rossz, amit el tudtok képzelni. De ugye, ha egy fű itt van, akkor az innen fogsz jönni, ide kellett volna a bunkersiló. Mert ugye a bunkersilóból megy a keverőbe. És akkor onnan megy tovább. Figyelj, mindenképpen valami traktorra fogom behozni ekkora épületekbe. Úgyhogy akkor ez... Sanyika, mit csinálsz? Nyugodjál meg, nem kell itt megbolondulni. Na, nézzük a garást. Úgyhogy akkor ez eladási lesz. Sanyi, mit csinálsz? Maradj már! Mit áskálsz itt alattam, gyerek? Ó, Sanyi! Gondoljátok, végre le tudta rakni az a hülye bunkersilót, most meg ideje van, eladja. Jó. Jó, akkor a bunkersiló itt van. Oké. Viszont a keverő az jó, mert a szalma ugye bekerül. És az a baj, hogy innen áthordani ide, az egy kicsit tetsz. Sanyika, mit csinálsz? Ne zörögjél! A rossz sem nem ette meg. Na. Nem tudom, honnan szerez mindig ilyen akármiket, aztán azok zörgenezik itt. Ja, ez egyébként így most már azért barátibb, sőt, még kettő is fért volna, szerintem jó van, azért egyelőre egy elég, nem? Elég egy, mert ugye el is kell fedni, meg minden. Jó, a keverő az maradhat. De egyébként ugye arról is beszéltünk, hogy... Ne, Sanyika! Menjél el innen, légy szíves! Köszönöm! Örülök neked, de most nagyon nem. Hát igen, ezekből viszont akkor ki kéne engedni, hogy eladom. Hát most el vagyok lőve, gyerekek. Jó, van, egyelőre maradjon így, jó? Csak nem vagyok, hogy már bet. Mert innen meg a kajáltatás, az mindenképpen jobb lett, de úgy, hogy ez közel van. Mindenhez. Csak ugye ide be kell hordani. A szilást. Ezt föl tudom én szedni valamivel, és át tudnám ide hordani, úgyhogy gyorsan.
Valamit majd kitalálunk rá, de szerintem ennek itt kell lennie. Na, mi a helyzet van itt, gyerekek? Jaj, bírom ezeket a területeket. Na, viszont akkor itt kellene összeszedni össze a szalmát. Jó, azok meg maradnak ott, gyerekek, jó? Ezt meg ki kellene üríteni. És akkor ellen a területen meg majd vetünk búzát. Ezt learatjuk, learatjuk, nem aratjuk, nem aratjuk. Mindig az a lényeg, hogy a szalma miatt aratjuk, jó? Ezt mindjárt ide berakjuk. Egyébként jó ez a pozíció, főleg amiatt, mert ott van az a síló is. De ez a munkásíló, ez nem kicsi a gyerekek. Azt hittem, hogy kicsi a sztár, nagyon nem. Kicsit előbbre csurgok, aztán ugye már mindjárt nem feszíti szét egymást, a kettő dolog. Oké. Ott van a munkásiló, jó van, ott van a munkásiló. Nem vagyok tökéletesen megelégedve egyébként a logisztikai dolgokkal itt, de jó van. Ide meg már annyi izajom lesz egyébként a gabonám betárolva, hogy az őrület. Tehát tényleg ilyen nagyon sok. Az viszont ki kell ürítenem rendesen, mert ugye az már árpa. Oké. Gyerekek, ilyen gabonából. Brutál mennyiségem lesz. Figyelj, itt van a izénk. Jó, hát most egyelőre csak a búza, de már van 100 000 literünk. Szójababból van 107 000 literünk, kukoricából van 87 000 literünk. Úgyhogy, igen, a izéből van, a szalmában 184 000 literünk. Úgyhogy gyűlteni fog. De ez mi az, hogy még energia is van? Ez mi ez? Energia. Lehet gyűjteni energiát. Ugye az áram akar lenni, vagy valami ilyesmi. Jó, azt átjövünk ide szedni a izét, szajrét. A szalmát össze. Hoppá, igen, elindulnak a vonatok egy idő után, hogyha nem nyúlsz hozzá. Ezért jó tudni, ez meg 100%-on van. Ippeg, ippeg ide értünk, gyerekek, ippeg. Árpa is tökéletes nekünk. A szalma érdekel minket, semmi más. Itt a gyerekek a... Mi ez? A város mellett gazdálkodunk. Kinéznek az ablakon a kombány arat. Jó, hát megyek is vissza, mert valószínűleg egyébként ez már bele is fog férni a kombányba, hát mert felénél több megvan, akkor valószínű. Ezt nekiállom kiüríteni, legyen üres. Meg hát nem is tudom, hogy neki, hát neki kéne állni üríteni. Ja, gyerekek, egy pillanat. Úgy. Oké, következő a szitu. Úgy. Ezt a csikot már összeszedjük. Jó, ott lesz a bunkersiló, az tök jó. Ahogy bejössz, kiüríted, mehetsz ki, ugye. A szecskával. Az tök jó. Hibátlan. Csak onnan kell majd áthozni valahogy a szöcskát a kettő darab keverővel, viszonylag gyorsan, hogy a TTK-t megkeverjük, ugye. Viszont a TTK-t úgy, szerintem jobb lesz. Egyébként külön 5 darab keverő lett volna jó. Minden egy jólnak egy külön keverő. Egyébként azon gondolkozok. Csak ugye akkor most ezt nem kéne kiüríteni beléjük. 5 darab keverő, gyerekek. Az lenne a jó, nem? És ezt így tele nyomod. Ezt Isten áldjon, érted, akkor az elég lesz örökre is. Megpróbálkozzunk most kettővel, aztán majd meg lesz valami. Jó, most próbálkozunk meg kettővel. Kettő keverővel megpróbálkozunk, akkor elapkodom egy olyan kötöt. És minden egy bejárathoz, és akkor ott beleenged, kapásból szinte be tudod engedni.
Ugye úgy csinálnám, hogy ez a cső, ez itt a bejárat fölött lenne, és akkor, hogy mész be, TTK-t kiengeded, és már mehetsz is be, és tudod üríteni. Ja, valami ilyesmi. Hát azt kell megnézni, hogy hány liter kell majd 250 marhának. Tehát mennyivel tudom nyíjra tölteni. És mennyi marad benne a keverőkbe. Mert hogyha mondjuk 5-ször meg tudom tölteni a keverőből az ólakat, akkor az jó. Akkor nem kell több keverő. De hogyha például egyszer, akkor kell. Mert akkor nem fogok tudni egy menet alatt megtölteni minden ólat. Értitek, hogy mire gondolok? Van, gyártok. Meg kell nézni, nem tudom eladni egyébként a izét. Hig trágyát, meg a trágyát, mert az is annyi lesz szám, hogy az meg fogunk őrülni. Vágjátok. Itt lesznek azért, lesznek itt olyan dolgok, amit mert még nem vagyok fölkészülve teljes mértékben. Közben át kell hozni majd a vetőgépet, el kell vetni akkor ezt fűvel. Át kell hozni a rendsodrót, át kell hozni a széneforgatót. Mondjuk egyébként a rendsodró az nem annyira fontos nekem. Forgató kell, rendsodró nem is kellene. Mert ugye ez elég széleset húz ez a széneforgató kell. Hát jó, gyerekek, itt még lesz munka, mire beindulnak a állatok. Hát nem tudom, arra gondolkozok egyébként, hogy mennyi ideig fog ezt tartani. Próbáljunk meg tervezni. Akkor most figyeljetek, összeszedjük az összes szalmát, ez egy oké, ugye? Lesz rengeteg, az biztos. Szerintem bőven lesz annyi, amennyi kell egyelőre. Szalma akkor megvan, jó? Ebben a részben vagy a következőben már biztos, hogy összeszedjük a szalmát. Sőt, a következő részben, vagy már lehet, hogy ebben a részben, nem tudom pontosan, azt tudom, mikor kezdtem a videót, elkezdjük ezt bevetni fűvel. Az is jó, ugye? Az már nagyon szuper nekünk. És ha ez megtörtént, akkor elkezdjük kaszálni. Egyelőre nem forgatjuk meg, emiatt csak szecska lesz belőle. Amit összeszedünk, és beornunk a bunkersilóba. Azt mindenképpen le kéne nyomni. Úgyhogy oda valószínű, hogy rengeteg fű kell. Ha ez megvan, le tudjuk zárni a bunkersilót. Hát ez szerintem egy rész biztos, hogy lesz. Tehát akkor a következő részben már talán el tudjuk kezdeni. És akkor még egy rész. Utána szükségünk van szénára. Tehát akkor még egyszer le kell kaszálnunk, be kell forgatnunk, és ezt be kell hordanunk széna formájával. Onnantól kezdve megvan mindenünk. Tehát megvan a széna, megvan a szalma, megvan a szecska, amit be tudunk keverni már, az már nem szecska, hanem szilás, azt hiszem, ugye? Be tudunk keverni, TTK-nak a keverők be tudjuk indítani. Plusz, ha kell egy kis szalma, tudunk kivenni, vagy még meglátjuk egyáltalán hova fogjuk lerakni, vagy hogy fogjuk menedzselni. A szalma lesz alájuk, hogyha tisztaság is legyen meg. A víz is meg lesz, természetesen be van körülve a víz, tehát megvan minden. Ez körülbelül egy ilyen három rész alatt el fog indulni a termelése ennek. És onnantól szerintem bődületes pénzt fogsz hozni, 1000 darab szarvas marha. Ugye? Én úgy gondolom, hogy ez... Hát nem lesz rossz, gyerekek. Egyébként ennek lehet, hogy egy gyorsabb traktort kellene ezt kovárom, mert ez a 32-ben megyek dolog, ez nekem eléggé nem annyira adja. Mert azért gyorsabban is beérnénk, érted, hogyha nem így mennénk. Azért már 60-na mész, akkor már ott lennénk. Most meg még itt a tökörészünk, tudod. Jó ez a traktor, de a termelés komolyabb megkezdése érdekében lehet, hogy ide ezt lehet, hogy cserére vagy GCB-re, ugye most már elég flat ez a terület, meg nincs is benne a rea mód, tehát annyira nem fogunk beszívni vele.
Egyébként kellettek ezek a nagy területek ide, hogy ne nagyon szívjon az ember. Viszont ide lehet, hogy a három keverő viszont meg akkor mer, de középre még egy. Nem? Akkor lehetett volna úgy, hogy három. Na jó, akkor rakunk ebbe, és oda lényeg tőle nyomjuk ezeket. Szalmát az összeset beoldjuk. Figyeljetek, úgy csináljuk, hogyha elfogyott kapacitás, akkor itt veszünk keverőt. Addig nem veszünk, jó? Mert ugye egyébként ebbe ugye kell széna, szilás, szalma. Abból lesz a TTK. Arány, ne kérdezzétek. Vagy ki fog lerülni. Teletöltjük őket. Ha teletöltöttük őket, utána megveszünk újat. És azokat is teletöltjük. Az a lényeg, ezeknek az állatoknak legyen minden is. Hogyha esetleg megtennétek annyit, hogy valami, tudtok-e olyan módot, amivel lehet tisztítani az anyukat, mert ugye az úgy működik, és már itt komolyan rájött, meg hát ti segítettetek sokat, mert én nem nagyon csináltam ilyet, hogy annyi, hogy amit kikérőznek állatok, azt ugye felszeded, és ugye be tudod újra szórni nekik. De ugye jobb lenne egy olyan, ami instant így összeszedné és beszórná, tudjátok, mint valami futószalagszerűség. Nem kellene akkor azzal szórakoznom, hogy föllapátolom. Érted? Úgyhogy azzal így boldog lennék. Ennek meg lehet, hogy egy gyorsabb traktor jó lenne. Várjál már, ilyenkor egyébként lehet, hogy tervezgetni, meg ilyesmi nyomsz egy hármas gombot, igaz, hogy ezt automatizálni nagyon nem tudod így, vagy csak nincs cruise player, viszont tervezgetni azt tudsz mindjárt is. Miért a szalvára vagyok kíváncsi, mert van 334 ezer literünk, jó. Betermelve. Még nem is értek, hogy hogyan sikerült. Ja, mert ide egy felet is bevittük, mert mondom, az nem nagyon osztható a 92 ezerre vagy a 90 ezerre. De most már közben rájött a gépen, hogy miért. Hát figyeljetek, rendsodrózni azt annyira nem érdemes, mert ugye baromi messze vannak egymástól a rendek. Itt nem kell. Meg ugye válázni én nem akarok, a válázás az eléggé vinkórás. Ugye a vállát azt akkor még mész, lebálázod, elég lassan történik, plusz még akkor azt össze kell szedned, plusz még azt tárolnod kell, plusz még azt utána fel kell venned valamivel, amivel ugye berakod az éppen olyan keverőbe, amiben akarod, vagy éppen felhasználod úgy, ahogy akarod, hát az is egy ilyen elég nagy tortúra, szóval a vállázása nekem annyira nem füllik, így sokkal gyorsabban tudod rendezgetni a javaidat, mármint a szalmát, de meg a szénát is. Egyébként tudom, igen, van olyan, ugye becsomagolni, tudnék szilást csinálni egyből ugye a fűből, hogyha becsomagolnám, ugye egy csomagolt bálába, de az megint ugye nekem maga a logisztikája, bálának a logisztikája az nem annyira felel meg. Igaz, hogy vannak autólodos pótok, de akkor is valahogy így ömlesztve a szalmát én jobban tudom kezelni. Mégis izébe megadva literbe, így megvan adva, tudom, ennyi literem van, mindenem az, hogy hány bálám van, hol van, mit csináltál vele, hol nem kell felszedni, hogy kell berakni, hova rakod, összeborul, burul, érted, hogy mire gondolok szerintem. Jó van, gyerekek, itt a végén azért vannak itt a fölforgások, mindjárt áthozzuk majd a kombájnt. Csak itt akkor már végig megyünk. Itt szerintem a maradék az bele fog férni ma a következőben, úgyhogy el is megyünk arra. Most mehetünk a távolabbihoz. Egyébként hagytam egy helyet minden egyes istáló körül mellett. Szóval elvileg el kell, hogy férjek. Ez szándékosan, ugye lehet, hogy fogom egymásnak is ragosgatni őket, de nehogy az legyen, mondom, hogy itt nem férek el. Úgyhogy itt tök jó, itt van egy kialakított ilyen helyecske, hajecska. 100-as istáló. Nálunk mindig egyébként a marra istálókat 100-as istálónak mondták, ugye, mivel 100 darab marra fért el benne. Egyszerű. Na, akkor addig, amíg ürítünk,
Addig a kombájnocskával valamit csinálok, mert itt vannak dolgok. Még nem jöttek össze neki. Ezt a területet nagyobbra lehetne szabni, úgy látom. Szerintem ez a fűes rész is még hozzátartozik. De nem fogok vele nagyon szórakozni. Tényleg legyünk egy kicsit termelékenyebbek, gyerekek. 13 millióval jöttünk át ide, és 16,3 KP-n van. Oké, hogy van egy csomó javam, de jó lenne egy kicsit már látni a fejlődést, nem? Hogy, nem csak géppark ügyileg, meg nem csak munkaügyileg, mert a munka meg géppark ügyileg egyébként már elég brutálisan látható. Úgy gyerekek, hát ezt meg fog tellenni, hát ezt nem is gondoltam volna. Na, testvérem, nyomtam valami egy H betűt közben, hogy nem tudom észrevette, de... És miért nem akkor ez maradt még amúgy? De most miért nem? Azért nem maradt, hallod, mert 93%-on van. Hát megvan itt gyerekek. Befejezte a munkát virogatott folyamatosan. Jó van, akkor ezt most lecsapja a keeper egy kicsit így. Nem nagyon akarta a jót, gyerekek. A vonatra figyelni kell, már huncut. Egyébként itt jó, mert itt a vonattal is el tudom adni a gabonát, amit itt megtermelek. Ez egyébként majd, hogy nem jobban tetszik, mint a másik hely. Jó, nem baj, ha marad bennünk, mert most már bele fog férni bőven. Oh, ez a kombájról ez így, nem tudom, ilyen tök jó mozgék van. Nagyon tetszik nagyon. Jó működik. Egyébként el mögé nem tudném beakasztani a hamster gyerekek. Hallod? Ez ekkora flash lenne. Gyerekek, ezt ki kellett volna próbálni, lehet, hogy ezt be tudná húzni a hamster. Mert elég erős hozzá. Úgyhogy ez meg azért elég kajak lenne, nem? Hogy egyből behamsterezni. Oké, hogy mindig le kéne akasztani róla és elvinni. De ugye azt automatizálva akkor össze tudnád szedni. Ó, gyerekek, ezt ki kell próbálnom. Meg lehet nem tudom, hogy mennyire tudnák kezelni a fordulókon, meg minden, de ki kell próbálnom. És hogy ezt mindenképpen legközelebb ezt kipróbáljuk, hogy... Mert egyébként van rajvonó pont, oké. Nem tudom, hogy mennyire szeretné ő. Jó, hát ez igazából akkor maradhat is valahol. Mondjuk itt is, bárhol. Jó. Még a maradékot össze kéne szedni, meg akkor át kéne hozni a vetőt. És akkor ugye ezek a gépek, ezek itt is fognak maradni, szóval nem fogjuk ezeket bolygatni. Itt mindenképp kell egy kombájn, mivel ugye a szalmát néha azért valahogy meg kell csinálni. Itt mindenképp lesz a... ez a hamster, mindenképp lesz a... Lesz egy traktor, ami lehet, hogy ez cserés lesz. Én úgy érzem. Meg mindenképp lesz egy vetőgép is. Mert ugye azért a szalmát, azt, hogy megtermeljük, kell vetni is. Úgyhogy ezek valószínű, hogy itt fognak maradni. Igazából más meg nagyon nem kell. Kellene egy homlokragadó esetleg. De hogyha például a hamsterre össze tudom szedni, nem tudom, hamsterre nem tudom összeszedni, de most lehet, hogy baromi nagy hülyeséget mondok, de a szilás nem tudom összeszedni a bunker silóból mondjuk egy hamsterre. Ez felszedi, nem szedi föl? Egy felszerő kocsival. Nem kellene felszedni? Hát ez egy olyan áru, nem tudom. Várjál már, hát igazából meg lehet nézni, nem? Annyit kellene csinálni, hogy megnyomod a P-t, megnyomsz egy garást, meg megnézel itt ezt a járműparkod nála. Ezt a dolgot, e? Igen, várjál már, hol vagy. Hol van? Most én nem látok, hogy túl gyorsan pergete? Ah, itt van. Mivel nem kék alapban így. Na mi az? Hogy tudja ezt szedni, gyerekek? Nem? Szerintem ezt fel tudja szedni, akkor az meg baráti lenne, mert akkor konkrétan akkor végig megyek vele, aztán felrántok vele. 90.000 litert, ezt beviszem, tudod? Vágod, hogy mit mondok, szerintem. Már akkor nem kéne homlokra koróznom, mert a homlokra korózás az is egy elég tortúra. Szépen végig mennél, pont elfér ugye, mert az előbb át is mentünk vele.
Pont elfér a kettő bunkásuló fal között. Fölkapod vele, Isten áldja, mehetünk. Max nem töltjük annyira a bunkásulót, szépen laposra rakjuk. A gyerekek szerintem megvan megoldás mindenre, úgy látva. Itt meg aszfaltoznak, építik ám az utat gyerekek. Ide lehet hozni aszfaltot, meg az Isten tudja milyen nem dolgok nem egyébként eladni. Itt van eladási pont, aszfalt eladási pont. Hát ide kell le. Hát megy a munka gyerekek. Finisher nem tud aszfaltozni, mert ide van. Hát játszok, ott van a finisher, rakott be konkrétan. A izé, látjátok, ott a aszfaltozó gép. Annak abba tudod beleönteni. Tök jó meg van csinálva. De aki ezzel a mappal foglalkozott, már kezdjük megszokni ezt a mapot, de azért nagyon oda rakta magát, nem? Nagyon tetszik. Ez nem a DLC map volt egyébként a izébe? 17-be? Mert nem abból lett átalakítva? Tudjátok, volt ott egy ilyen, ahol bejött a cukornád. DLC-s dolog. Szerintem az, nem? Az a karibi térség, persze ott nem voltak se gyár, se semmi. De hogyha még hasonlítos rá, akkor elég rendesen átalakítva. De valami rémlik, vagy olyasmi. Olyasmi az egész projekt. Ja. Jó van, lassan végzünk, és figyeljetek, nem fog beleférni. Ez egyébként ez egy tipikus keeper dolog, hogy na, a következőben bele fog férni, hát nem fér bele. Várjál, már nyomok egy 3-as gombot. Bocs gyerekek, de dolgozni kell le. Nézzük mennyire, 416 000 liternél tartunk, tehát fele kapacitás már meg is telett, 1 millió liternyi van. Hát ő meg is fog telleni akkor, mert igazából nem fog megtelleni. Jó, nem fog megtelleni. De úgyis fogunk a másik kettőre búzát fogunk utána vetni, miután ezt elvetettük fűmaggal. Szóval azért itt még korlátlan mennyiségű szalmánk lesz, korlátlan mennyiségű fűvünk lesz, és a korlátlan mennyiségű fű miatt korlátlan mennyiségű TDK-nk lesz ezen a területen. És nem kell elmenni, és az a jó ebbe az egészbe, hogy logisztikai szempontból itt van minden, tehát nem kell ide importálni be bármilyen összetevőt messzebbről, hanem itt tudod csinálni az egészet. És ez nagyon fontos szerintem egy ilyen minek nevezik ezt? Nem üzem, hanem egy ilyen termelési ágazatnál, hogy egy helyen legyen minden. Mert akkor nem kell gyerekek 100%-ra telt a jövő oda nézni. És egy kicsi, egy lapát, egy vellába maradt ott. Itt minden megvan, nem kell menned sehova, itt termeled meg az állatoknak a dolgokat, itt tudod raktározni a dolgokat, ez ennél jobb nem is kell, gyerekek. Szerintem. Na, erről beszéltem, hogy itt be tudunk jönni közé, és akkor ide ugye tudjuk üríteni is, meg tudjuk ezzel a géppel felszedni is, ami megint egy hasznos feature lesz az egészben. Viszont ehhez a gép helyett kell vennem valami erősebbet, meg igen. Meg akkor a vetőgépet lassan át is hozhatjuk, azt meg is fogom kezdeni, gyerekek. Úgyhogy a Big Bad, úgy gyerekek, viszont a Big Bad húzza azt a nagy vetőt, mi? Ejj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 
lesznek goddok. El kell paripa. Itt a nagyvetőnk. A nagyvetőt megtöltsük. És ezután, ugye amiről beszéltünk, hogy föl tudja venni majd a dolgokat. Itt van egy kukorica adapter, gyerekek. Hát arra is aztán semmi szükségem nem lesz majd. Na várja! És hülye vagy? Ja, bazd, ez fordítva. Ezt is itt majd megreformáljam a kívül. Rendbe rakunk itt mindent. Jó, hát ezt átviszem ezt a betűt. Aztán ide majd kell egyet vennünk. Jó, hát ezt meg viszont meg kell töltenem, úgyhogy ez pillanat, gyerekek. Jaj, nem akartam kinyitni, ízét akartam. A csövet. Fonyva levétele, ja, na, en. Fonyva levételének számít tenni.
Nem tudom, mik ezek. Csak itt próbálkozik a hülye. Nem, ide kellene volna jönni. Egyébként azért töltöm meg, mielőtt kérdeznétek, mert ugye hiába a gép nem fogja használni, hanem ugye megveszi. Viszont amikor te fogsz vetni vele, például ahol le kell szegni, vagy valami, akármi probléma van, akkor fogja használni a benne lévő magot. Na, ez valahogy el kell cserünk, nem tudom, itt erre mondjuk nem olyan messze van. Gyerekek, azért ebben van, mi? Ebben fél. Jó, hát ez a Big Bad marad mindenképpen. Minden kettőnél. Ja, még ezt ki kéne nyitnom még egyszer. A másikból meg kellene tölteni. Hogy ne. A műtrágya még nem volt elvegtődve. Ezeket is el lehet adni innen majd. Mert most már nem lesz szükségünk rá. Még egyelőre meghagyjuk. Mondjuk aztán hadd legyenek, nem? Nem kérnek enni. Jó, becsukhatja. Jó, már indultunk kis ezerre. Oda is kellene érni. Látjátok, itt nem lehet átmenni nagyon. Itt van ez a nagy kotrógépe, ugye ez a bányagép. Ugye innen is lehetne hordani dolgokat el. Ezt lehet, hogy instant is el lehet adni, nem tudom, nem vagyok benne biztos. De ugye valaminek az alapanyaga is minden, kibányászott dolog. Na jó, hát ez evickélő. És akkor a hátsó földet elvetjük fűvel. És utána oda már nem is kell visszamennem soha. Mivel ugye az csak újra nő mindig, akárhányszor. És kaszálod le, mindig újra nő. Itt az első földön kell majd búzát, vagy amit akarsz, azt ugye vetni. Mondjuk búzát, tök mindegy, hogy mit. Csak szalmájáért. Nem tudom, hogy melyiknek a legjobb a szalma, hozama. Szerintem teljesen mindegy. Valábbis én erre gondolnék, hogy ez igazából mindegy. Mi van mellettünk? Itt van valami épület meg, látod-e? Ott az Isten tudja, mik nincsenek itt. De át tudom menni, nem túl magas. Meg nem nagyon jön a vonat, bazza. Körbe se nézek. Meg hülyéje. Hát igen, ezek egyébként böszme nagy földek. Tényleg az ember nem gondolja, hogy első látásra látja, hogy a arányaiba a map, az egész maphoz képest, amilyen kicsi föld. Ez közben meg ilyen tényleg ilyen ezeket, ilyen negyed órán keresztül vész egyik helyről a másikra. Úgyhogy ezért is jó, hogyha logisztikát minél jobban megoldod egy helyen, és akkor nem kell azzal szórakoznod, hogy ilyen nagy távolságokat teszel meg. Ugye ezek a gépek, ez a géppark, ez itt marad. Nem olyan túl sok gép kell, nem olyan túl sok fajta dolog kell. A kukorica az lehet, hogy jó lenne, de én a kukoricát azt így elengedem. Lehet, hogy majd fogunk csinálni összehasonlításnak, meg példának, de ugye a fűből szecska, szilás sokkal inkább jóval egyszerűbb, jóval gyorsabb, sokkal kevesebb gép kell hozzá, sokkal kevesebb művelet kell hozzá, nem kell hozzá, hogy megnőjön ugye a kukorica, hanem a fű, ahogy nő, az mindig van. Tényleg nem kell időt förgetned emiatt, nem kell a különböző műveleteket végig tolnod. Egyébként ez default szerintem nem mennének egymásba ezek a vonatok, csak ugyanazon a pályán járnak, csak ha megállítod az egyiket, mondjuk rossz ütembe mennek, akkor már ugye nem kerülik el egymást. És emiatt ugye egybe mennek. Na, én itt ezt el is fogom indítani, ám srácok, és a maradékot meg addig összecsípi a képer, nem lesz itt semmi gond. Na várja, viszont fűre kellene állítani, nem? Majd valami csoda. Mert különben bajok lesznek. Olajretek fű. Hagyjál már, hogy menjen a füvet vetünk. Talán egyszer ki is nyílik ez a szajré. Oké, tesó, adjad neki a füvet. Jó.
Oké, holom ki a vezérgépet. Mert még össze kellene szedni azt a kis szalmát. Ott a végében van egy kevés. És egyébként így akartam elkezdeni mindenképp ezt a szarvasmarhával foglalkozást, hogy akkor már legyen értelme, értitek, hogy azért egy 1000 marhával, vagy nem tudom, így bőven, bőven, bőven. Az itt maradek lesz. Bőven megérje. Meg bőven lássuk, hogy ez mennyire fogja megérni. Szerintem nagyon meg fogja érni. Szerintem ilyen naponta ilyen több millió bevételt tudunk belőle csinálni. És akkor ugye tényleg felmegyünk, szerintem egy 50 millióra föl kéne menni. És akkor utána ki kell találni, hogy mivel fogunk megélni. Mivel fogunk felmenni még nagyobbra. Mert ugye sok pénzből sok pénzt tudunk termelni. De mi az, amiben be tudnánk fektetni ezt a nagy összeget, amit majd már lesz, mondjuk az 50 millió euró, mibe fektetnénk be, ami fialja a pénzt, ami hozza minél jobban. Ez a dilemma, ezt kell kitalálnunk, ez a legfontosabb, mert ugye lehet egy folyamatot végtelenségig csinálni, hogy mondjuk itt ezen marhákat tartok, és akkor pörgetem az időt és termelem be, de az nem egy túl izgalmas. Inkább az lenne jó, hogyha valami nagyon nagy üzletbe vele fektetni, ami nagy pénzt hoz. Tehát megvan a tőkénk, és azt valahogy be kéne forgatni valamibe. Nem tudom, hogy mibe. Meglátjuk, srácok. Valamit kitalálunk. Na, ott mit csinál a villanyoszloppal? Megoldod, testvérem? Megoldod? Akkor jó van, bízunk benned. Megoldja, jó van. Valahol megoldja, nem tudom. Ezért vannak bajok. Aha, meg is állt. Jó, hát nem oldotta meg. Jó, hát ez, már most örülök annak, hogy ezt nem kell még egyszer levetnem. Mert ugye most már most látható, hogy a villanyoszlopokkal nem fog tudni mit kezdeni, beleakadt. Jaj, de jó. Boldogok vagyunk. Én olyan boldog vagyok. Én olyan boldog vagyok, de... Jó, van, végre elment mellette. Igen, vannak bajok. Na és azért kellett az, srácok, hogy nekem is legyen magom. Mert, hogyha egy ilyen szituációba meg, akkor én vetek, akkor fogy. Na mennyi Rezső, aztán valamit okozzá. Maximum majd kisegítelek így a szélejére a földnek. Ja. És akkor kellene nekem, mi kellene? Kassa kellene legelőször. És izé az nem érdekel. Kell a kassa. Ami nem érdekel, az meg a szénaforgató egyelőre. A kassa kell, a kaszát kellene áthoznom. Jó, hosszú rész lehet. De most valahogy nagyon bele vagyok izéve. Bele vagyok őrülve, hogy ez menjen, jól menjen. Hát az a Big Bar az eléggé szemberős. Aztán utána meg megy a másikra, ott meg a búzát termeljük. Behordjuk a izébe, a ide a vonattal tudjuk, elvisszük valahol, tök mindegy milyen áron. Mármint olyan nem fogok azért pörgetni időt, hogy most itt olyan 100 ezerre többet, vagy kevesebbet keresek rajta, vagy 50 ezerre, hanem az, hogy a marhák lesznek a fókuszba. Most látszok, akkor most egy kicsit. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy mi az, ami végig változni fog. Itt kb. Meg vagyunk, ugye? Kb. Meg vagyunk. Nagyon nem kell semmi. Egy erősebb traktor kellene, meg a kasza kellene nekünk most egyelőre. Figyelj, ezt a traktort, ez megy a levesbe. Szállítás, igen, oké. Veszünk egy GCB-t, egy nagy G-t. Nagy traktoroknál szerintem nincs olyan, ami nagyon gyors lenne, a baj van, kirovunk. Ezek mind lassúak, tudod, ezek régiek, 30-40-nel tud menni. 55,
Mondjuk ezeket azért, azért használgatnám, nem? 55 km per óra, nézzük, hogy mit is tudunk. Nagy GCB, nem Challenger. Fentek is ugye gyorsak, az 60. Viszont a GCB Fast Track az meg, viszont azon mindig befülöttem, úgyhogy ezt lehet, hogy elengedem. Figyeljetek, vegyünk már egy Exceriont, nem? Nem. Sosem használjuk. Erre egyébként lehet Passat is, ugye? De hogyha már... 55, az a baj, maximalizálni akarom én itt a dolgokat. És a maximalizálás az a maximalizálás, figyeljetek. Veszünk egy ilyet, valószínűleg azt csak elhúzza apám. Egyébként erre nem lehet izét. Triflakereket. Csak a picire. 348 lóerő, ne legyen, hogy ne legyen nem egyik testvérem. Nem? Nem, majd kiderül. Ó, meggyűjtünk. Igen. Ezt be kéne járatni, el kéne adnom. De azért nem kéne az összes pénzünket elcseszni. Ez leves lesz. Igen, százezerre bejebb vagyunk. Na, hadd menjen. Viszont ezt el kéne vinnem magam ma. Ezt a szénaforgató volt. Ez ugye szénaforgató, ez nem ráncsodró, ez szénaforgató, ha jól sejtem. Már csak azért kéne elvinnem magammal. Mert út beesik. És az előbb-utóbb kelleni fog. Rendforgató, aszfalt. Ezt a betyár bihar itt a gyerekek. Megvan állva a forgalom. Na, azért 73-mal tudunk menni. Gyerekek, ebben nem lehetett volna nagyobb motort? Nem is néztem. De ez jó, nem lehetett volna, jó. 73-mal tudunk menni, azért az nem mindegy. Remélem, hogy azt a nagy idő kotlát nagyon jól fogja tudni húzni. És meg tudod fordulni, beszarok. De jó, vett normálisan. Legvégét nem vetettem, majd Keeper úgy is kisegíti. 73, azért ez a nem mindegy ám. Gyerekek, megálltak a vonatok, nem tudom, mi történik itt. Jó. Akkor ezt ide rakjuk valahol, szélre forgatási projektnek. Az itt, úgyis itt kell. És akkor szerünk egy kis idejét szalmát ezzel. Ezt meglátjuk, hogy akkor nem él a szalmát, hogy meglátjuk, hogy ezt hogy fogja tudni vinni. Hát nagyon bízom benne, hogy gyorsan. Hát azért nem mindegy, hogy mennyivel mésztem. Azért az nagyon nem. Bízzunk benne, gyerekek! Szurkoljatok! Ha már 32-nél gyorsabban viszi, akkor már előnybe vagyunk. 36. 38. Jó, most egyelőre üresbe. 43. Hát, lehet, hogy bajok lesznek itt gyerekek. Azért annyira nem cibálja, nem? Ez egyébként GCP-ben mindig rácsiszek. De tényleg. Mindig annyira erőltetem, hogy oké, jó lesz nekem a GCB, aztán mindig vizé szívunk. Kíváncsi leszek. Hogy tudja, ugyanannyival húzza, ez tök mindegy, hogy mivel húzod. Mivel gyorsabban nagyon nem tudja, úgy azért van még szalma. Viszont legközelebb megpróbáljuk a kombány után bekötni ezt a hamstert, mert hogyha be tudjuk kötni, és akkor csak annyit kell csinálni, hogy mindig leakasztjuk róla és elhúzzuk onnan, akkor kettő hamster a kombány után váltogatva, azt úgy tök nagy üzlet lenne. Mert ugye az egyiket elhúzod, addig a másik megtelik, a másik és akkor így folyamatosan lenne neked szalma ellátásod. Jó, dolgozik.
A vetőgép. Csak az, ez nem egy rossz projekt lesz szerintem ez. Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt hoz, hogyha ha jó hoz, akkor lehet, hogy még növelni fogunk a kapacitáson. Mármint akkor veszünk még ólat, vagyis istálót. Ha meg nem fog, akkor meg azért fogunk venni. Viszont tényleg jöhetnének az ötletek, hogy mi a szart csináljunk, ami így megérné nekünk. Vagy mit csináljunk, ami megérné nekünk. Mármint, hogy a következő szekció, úgyhogy elérjük az, mondjuk az 50 milliós határt körülbelül, vagy a 50 vagy 100 millió, nem tudom milyen gyorsan fogjuk itt összekapni, akkor hogy fogunk fölmenni a tovább, hogy mi lesz az előre? Mi lesz a terv? Mivel tudunk még nagyobb pénzt keresni, minél gyorsabban? És ezt mondtam egyébként, hogy csak az új időkérdések, mert hogy elméletben megvan az 1 milliárd, ami tényleg csak arról szól, hogy az időkérdése. Igazából akkor is megvan az 1 milliárd, mondjuk, hogyha egy darab MTZ-d van, meg egy darab kicsi vetőd, meg egy darab kicsi kombájnod, mert igazából időkérdése akkor is, úgyhogy ez eléggé nem biztos, hogy annyira jó megfogalmazás, mert tényleg, mert igazából azzal is megvan, csak lehet, hogy 1000 évig tartana, és ezért kell ugye fejlődni. A fejlődés az a kulcs, hogy minél gyorsabb legyen. Az a fontos. Mert tényleg egy darab pici kombájnnal is meg tudod csinálni. Mondjuk mindig keresel 20 000 eurót, 20 000 eurót, 20 000 eurót, 20 000 eurót. Egy idő után 1 milliárd lesz a sok 20 000 euróból, csak hát ne úgy akarod megkeresni, hanem gyorsabban. És ahhoz, hogy gyorsabban keresd, fejlődni kell. Hogy ne 20 000 euróként keresd meg, hanem mondjuk 5 millió euróként naponta. És emiatt kell ugye kitalálni olyan dolgot, amivel minél nagyobb pénzt tudsz kaszálni. Na gyerekek, most akkor nézzük meg, mennyivel tudjuk ezt hazafele meghúzni. Ugye 32-vel tudtuk a izével. Nem olyan rossz. 43, 44. És ugye igazából 55-nél többen nem tudjuk meghúzni, akkor nem biztos, hogy megérte, mert akkor ugye például egy, lehet, hogy inkább egy fentet kellett volna, ami 60-nal tud húzni, de erősebb. Ja, jó ez, mondjuk úgy látom, jó ez. Úgy látom, hogy nincsen itt probléma, gyerekek. Jó, hát ez jó, meg visszafele, meg tök gyorsan kiérsz. Mindenképpen jobb, mint a John Deere volt. Na várja, megnézem közben a másik földet, mert itt meg ugye szerencsétlen szegény. Nem sikerült neki tökéletesen megoldani a problémát. Ugye a keeper besegít neki. Itt vannak dolgok. Jó is, hogy ez gyöppös lesz. Azért vannak problémák ezzel a földdel elég sok, úgy látom. Egyébként alig bírja elhúzni ez a Big Bud, meg rúg, meg minden csinál, szerencsétlen ezt a vetőt. Pedig még nincs is benne a Reomod. Reomod benne lenne, szerintem nem kell semmit csinálni már. Ja, ennyi gép, gyerekek. Ennyi gép, meg a kasza. Csá. Ennyi, aztán nem kell igazából nekünk más ide. Rendsodró nem kell. Szénaforgató kell. Esetleg még egy pótkocsi az állatokhoz bevinni ugye a szajrét, ami befér a 100-as istáló, vagy 250-es istálóba. Ja nem, ezer, nem is ezer izéje ez. Nem is ezer marha, mert 250-esek, nem 200-asok. 1250 marha. Jéj. Végén csak kiderül, hogy hány darab marhád van. Képer. De itt van itt dolog. És aztán mondjátok, hogy a legvégén is ott elhagyott egyet. Na, nyomok egy 3-es gombot. Valamit küzdjön magával. Itt is hagyott el, nem hiszem, hogy vissza kell várnunk. Kuc-kuc, elnézést. Na. Jó. Nagyon távol, más nem tudok itt venni a környéken földet.
Az egy focipálya egyébként, arra ne vessünk szemet. Ott. Ja nem, ott az egy izé, ott van egy, a sínen túl. Van egy kicsit terület, de hát azt meg nem nagyon érdemes bármit is csinálni vele. Jó, átmegyek a legvégébe természetesen, hol máshova kellene, hol máshova kell mennem. Jó, azt lehet, hogy megcsinálom gameplay-en kívül, gyerekek, itt ezt lekúzom majd. Inkább nézzünk rá, hogy mennyi a szalma annyi. 631 ezer, hát simán föl fog menni 1 millióig. Ja, én meg bazen, akkor lehet, hogy hülyeséget beszél. 1 millió liter szalma fog belemenni, meg ugye 1 millió liter minden is fog belemenni. Na, igen. A kaszát lehet, hogy áthozom, gyerekek, hogy akkor már alakuljon ki teljesen a dolog. Itt meg van nekünk, várjál, ez a szénaforgató, nem? Ez a szénaforgató. Ja, jó, na, nem baj, a ráncsodró. Ja, ez a szénaforgató, az meg a ráncsodró volt. A ráncsodróra nincs szükségünk. Ó, de jó. De jó, rosszor vitte oda. Ó, teszem. Nem baj, elfér ott. Aztán lehet, hogy majd kipróbáljuk meg, lehet, hogy ez hatékonyabb. Egyébként ennél nagyobb szénaforgató nincs is. Várjál már. Mert igazából minél nagyobb, annál jobb, nem? Szokták mondani, minél nagyobb, annál jobb. Hol vagy? Szénaforgatók. Aztán lehet, hogy ez a ja, 13 méteres, ez a legnagyobb. Oké, okay, akkor no probléma, mert akkor minden oké, okay, gyerekek. És akkor minden megvan, ugye? Minden megvan. Figyeljetek, hogy ezért nem is kellene. Nem kell még egy, nekem még egy eszköz, portkocsi. Mert ott vannak azok a portkocsik, abban lehet, hogy bele tudok engedni TTK-t. Meg kéne nézni annyit, gyerekek, hogy a garázsnál, ugye nekem vannak ezek a nagy portkocsiaim. Ezbe TTK-t tudunk engedni. Hol vagy? Testó. Ebbe. Hogy ne tudnék? Ebbe mindent tudsz. Apám, ebbe mindent tudsz engedni. Ebbe mindent is. Jó. Akkor viszont megvan oldva. Akkor nem kell. Ide már biztos, hogy nem kell semmi. Semmi. Abszolút semmi. Gyerekek. Mindjárt föl is sorakoztatjuk a gépparkot. És akkor innen fogjuk folytatni. Megvan minden itt. Innen nem fog eltávozni semmi, semmilyen gépet innen nem viszünk el. Itt fog állomásozni az egész branch. És ide nem kell semmi, és ide nem megy ki semmi. És akkor megnézzük, tényleg megvan-e minden. Nem tudom, megnézzük az all-ba befér-e, vagyis a listálóba befér-e mondjuk a cső alá befér-e mondjuk a gép. Minden, ezt mindjárt átnézem, hogy lehet, hogy összefüggéstől beszélek, de fejemben megvan minden, csak ne, nehéz elmondani. Nehéz elmondani, igen. Jó, akkor. Ugye föl is sorakoztatjuk itt a dolgokat. Oké. Okay. Igen, őre gondoltam. Mindjárt ővel megnézzük. De ő nem jó. Hiába is férek be az olba vele, vagyis a listálóba. Hátrafele ürít. És ez nekem nagyon nem lenne üzlet. Hogy... fölnyitanám a hátulját. Vagy fölnyitanám a... eszközt. Na, oké. Okay. Ide kell, ugye? A kamion befér? Mert akkor a kamion lenne a nyerő. Amúgy az nem rossz, csak az a baj, hogy ugye... Subidubi. Hátrafele ürítünk, és az nagyon nem biznisz. Nem lesz biznisz nekem. Úgyhogy ide kellene egy alsó ürítősű bármi, amelyik tudja a TTK-t szállítani. Egyébként a magassággal se lenne probléma ennél. Jó.
Ez újra gondolás lesz. Nem lehet állítani, hogy merre ürítsen? Mi az? Oldal a billentés? Rakodónyitás oldalra billentés. Vissza oldalra billentés. Ezt nagyon nem értem, gyerekek. Mert hiába váltok át. Vissza oldalra billentés. Így meg rakodó nyillás oldalra billentés. De nem oldalra billent egyébként természetesen. Ja, az csak az, hogy ott a nagyon pici nyíláson billent. Vagy az egész plató nyillik-e. És ez lehet, hogy ez pont arra a cél szolgálja, hogyha többet összefűzöl, akkor ne történjen az, hogy szétfeszítik egymást a kocsit. Mindjárt rátolatok arra, aztán mindjárt ki is tud terül el. Azzal megtanultam tolatti testvérei valóra, na. Mondjuk az lehet, hogy egy túl közel van és már a teteje is elérik. Na meg, mindjárt megnézzük így egy... Jó, nincs hozzá a fejlődés, de ez a földhoz. Mindjárt, mindjárt, gyerekek, mindjárt. Pillanat. Na, ürítsen már ki, bore! Most ez hogy ürít? Ez az egész, aha, egész nyillék. Mindjárt megnézzük, rakodó nyillásra van állítva most, és megnézzük, itt meg tudom, itt már ugye. Na, így is szétfeszíti? Mert így le... Aha, látod? Baze, 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 gyerekek! Így csak ennyire nyit föl! Így csak ennyire nyit föl, gyerekek! Ez a jó! Ez a jó! És akkor ez jó, ez nagyon jó, és a másikat is át kell a rakodónyílásra rakni, gyerekek. Mert akkor nem nyit annyira fel, és akkor be is tudok menni vele a izébe. Be tudok menni vele szerintem az olba is. Mindjárt várjál. Hoppá, nem ezt. Nincs. Ugye meg is próbálom, hogy be tudok-e menni, és megpróbálom billenteni oda bent. Mert akkor be tudom hordani vele a TTK-t. És akkor nem kell mást vennem, érted? Azért lenne nekem ez most itt tök jó. Szerintem annyit enger a tető szerkezet, mindjárt megnézzük, jó? Figyelj. Aha, mindjárt kipróbáljuk. Nyomunk egy Ctrl-I-t. Hű, baza. Nem annyira, gyerekek, nem annyira, és ez nagyon-nagyon kár, hogy ez nem működik így nekem. Mert egyébként baró jó lett volna. Ezek a mi a ventilátorok? Épp hogy nem jó, nem jó. Pedig atom jó lett volna. Ez egy jó dolog, csak nem elég jó. Szomorú. Szomorú, gyerekek, szomorú. De nem vagyok boldog. Na várjál, mi a helyzet? Ugye izé az nem kell nekünk ott, figyeljetek, mennyivel jobban fut itt. Itt ez nem kell. Ez jó, ha itt van természetesen, de viszont ennek mehet is arrébb, mert itt már nem kell aratnia soha az életbe. Ugye... Aratni csak ott fog. Jó, mert ebben az izébe, ebben a katrócban, ami itt van, elég sok bele fog férni anyag. És akkor egybe el fogom tudni adni.
Lehet, hogy még egy pautot veszek egyébként a kamion mögé, hogy legyen három utána. De jó, ez itt fog aratni, úgyis. Na jó, gyerekek, ennyi, ami itt van, ennyi géppel, el fogok boldogulni. Ugye, a fast track-kel, a kombájnnal, és a kamionnal. Meg persze a kaszával. Ennyi. Jó, meg egy Big Bad meg a bácsi, azért akkor azért van egy-két dolog. Jó, de ennél több gép már ide nem kell. Esetleg majd valami olyasmi, amivel tisztítom az aljukat, de biztos mondtok majd valami olyan eszközt, amivel nagyon egyszerűen ezt meg tudom csinálni. Légy szíves, esetleg akkor írjatok olyat. Aztán akkor figyeljetek, következő részben valószínűleg be fogjuk hordani a munkásilóba a cuccot. És be fogjuk hordani a maradék szalmát. El fogjuk vetni búzával megint azt a részt, hogy legyen szalma. Azt, amit nem biztos, hogy egyből le fogunk aratni, de legyen rá lehetőség. Ha akarjuk, akkor nem tudjuk aratni. Érted, mire gondolok, hogy nem muszáj azt azonnal learatni, hanem mindig lesz egy ilyen olyan, mint egy tartalékolt szalma. Csak kin a ezen placon. Jó, ennyi fű szerintem elég lesz. Egyelőre. Ugye ránézek arra, hogy ez a föld... Igen, ezt gondoltam, látod? Hogy ez a föld, ez egyébként így most összeér. Tehát ezt a füvet is, ami itt van, ezt is le tudom kaszálni. Tehát itt le tudod kaszálni tökig. Tehát ez is a miénk. Ami most megyek, ez a füves rész. Meg az is, meg az is, meg az épületek között is. Mert így az egész, ez már a miénk. Egész a város széleig, meg itt is minden a miénk. Legegyszerűbb lenne megvenni az egész mapot. Aztán akkor ott kaszálok, ahol akarok, nem? Ja, ez durva. Azt nem tudom, ezt mutattam el. Ez ugye úgy működik, hogy figyelj. Ugye, várjál, még nincsen. Ja nem, itt nem. Ja, itt fölmarják az aszfaltot, látod? Ide, itt meg, a kavicsot rakja ez, és akkor így legyalulja. Az úthenger végig megy rajt, tehát oda tudod hordani ezt a kavicsot, nem tudom mi pontosan a neve. Ide meg az aszfaltot kell a finisherbe beleraknod. Úgy van megoldva szinte. És az aszfaltozó, ahogy megy, úgy meg így aszfaltoz. Szerintem ez egy baró jó ötlet, nagyon meg van csinálva. Ez meg ilyen tipikus kolumbiai kisváros, nem? Jó, a gyerekek, lassan búcsúzkodik a Keeper. Szerintem böszme jól haladtunk. Drasztikusan jól. Következő szerintem 2-3 rész maximum, és 100%-on fog üzemelni az egész szaros marha telepünk. Teljes kihasználással, teljes termeléssel, és meg fogjuk látni, hogy fog özönleni a pénz, srácok. Szerintem brutális. Szerintem ilyen napi milliók fognak befolyni, és itt el fogjuk érni azt, hogy minimum az 50 millió. Én arra tippelek, hogy a 115. részre 50 milliónál biztos, hogy leszünk, srácok. Jó, mert ezt a részt már ugye nem kell még egyszer vetni, mert az fű van rajt, ez tök jó, hanem már csak ezt a részt kell majd vetegetnem. Lehet, hogy jó lenne egyébként összeszántani a kettőt, de nem annyira fontos nekem ez az összeszántás dolog. Ugye úgyis csak a szalma miatt fogjuk ezt művelni. Szóval... Mennyi baj legyen, hogy az nincs összeszántva, vagy akármi. Jó van, gyerekek. Ide kell a széna, ide kell a szilás. Itt meg majd fog eladódni a nagy összeg, gyerekek. Ugye a piaci áron tudjuk eladni 1000 literjét. Megnézhetjük a milket, lehet, hogy rosszabb áron adjuk el, mint... Nézzük a milket. Hol vagy milkecske, hol vagy. Ezt nem tudjuk eladni, azt akartam megnézni, nem, a trágyát sem tudjuk eladni.
Hát akkor úszni fogunk a szarba, gyerekek, ott biztos vagyok benne. Szalmát? A szalmát viszont el tudjuk adni. De durva. 140 ér. 1 millió liter. Ja, 1000 litert adunk el annyiért, tehát akkor... 1000-szer ennyi. 140 ezerért tudnánk eladni 1 milliót. Hát az nem egy nagy üzlet. A milk. 2259 ér veszik. Itt meg mennyi volt? Igen, a legjobb áron. Ha olyan ugyanannyira adja el, mint hogyha elszállítanád. Igen. Egyébként itt ja, be lehet járni az egészet. Még irodába is be lehet menni, mert egy ilyen külön üzem, ugye, ha jól sejtem. Nem, ebben nem lehet irodába bemenni, de nem is baj. Ugye ezeket is ki lehet nyitni. A minden egyének van egy udvara, oda is ki lehet engedni a marhákat, majd, ha lesznek. Egyelőre azért nem vettem meg, mert nem látom értelmét, amíg nem esznek. Ugye. Jó gyerekek, hát jó pótkocs, várjál, már nem bírom ki, az a baj, akkor annyira rá tudok függni ahhoz a dolgokra. Jön pótkocsi, amelyik nem... Várj, ez alsó kirakás, csak ez nem tudja, látod? Ez a baj. Jaj, ez meg pici, 16 ezer liter, érted? Ez meg nem megyek semmire. Az is biztos, hogy hátsó traktussal rak ki. Nem nyerő nekem. Ezek mind hátsó kirakások. Na, itt van viszont egy dumper with dolly. De viszont ez még 40 ezer liter, érted? Ez most semmi. De semmi. Ugye ezt használjuk. Ez 60 ezer literes, és ott biztos, hogy alsó. És ez mit szállít? Mert én semmit nem ír, hogy szállít, látod? Lehet, hogy ez mindent is. Lehet, hogy ez jó lenne, gyerekek. Biztos, hogy alsó kihordású, igen, mind a kettő, látod? Külön van. És összesen 60 ezer liter, ez nem annyira, nem olyan rossz, látod? Ez jó. Lehet, hogy ez lesz a nyerő. Csak ezt ugye meg kell nézni, hogy... meg tudja-e szállítani. Mert ugye leírásban rukó semmi nincsen. Oké, gyerekek, akkor ennyi volt ez a rész. Hát haladunk nagyon, nagyon nagy léptékbe, én úgy érzem. És innen folytatás következik. Le lesz fedve, le lesz kaszálva, be lesz hordva, bunkersiló le lesz fedve, marák megjelennek, kaja be van nekik hordva, vizet megnyitjuk, aztán menjen, aztán egyenek, aztán adják a tejet. 1250 marha fogja termelni a tejet. És innen jövünk, és aladás, és jönnek a milliók, a csilliók, a milliók. Na, köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek! Jók legyetek, vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Várlak benneteket a következő részben. Csácsubi!